Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Partizán reggeli műsora. Ugye láthatjátok a beharangozóban is, meg láthatjátok a thumbnailen is, hogy Nagy Ádámot és Csokit vártuk ma reggel társműsorvezetőnek, de helyettük két arcukat vállalni nem akaró cérnagyári munkással, azaz Ádámi kollégáival kezdjük az adást. Sziasztok! Szia. Mivel most nem látszotok, ezért az anonimitás lehetőségével kérlek élve, meséljétek el a történeteket, kezdjük veled, sötét alak egy. Már megijedtem. Szóval az én történetem az nem is, hát kicsit több mint fél éve kezdődött, amikor egy katatón állapotban felhívott egy hang, bemutatkozott, hogy Nagy Ádámnak hívják, és mondta, hogy lenne egy műsor ötlete, ami arra épülne, hogy Orbán Viktor kövér. És miután mondtam neki, hogy talán ez kevés egy napi műsor fenntartásához, utána még arra emlékszem, hogy hallottam egy hangot, ahogy egy füzetből kitép egy lapot, és mondta, hogy felírta még a nőgyűlöletet mellé, és akkor innentől el tudtunk indulni. De tulajdonképpen ez az egész szellemi termék, ami emögött van, ezt is máshonnan lopta, de azt már sajnos nem mondhatom el. Sötét alak kettőt, igen, milyen atrocitások értek? Az én történetem az egészen más. Az én eredet történetem még Ádámékével együtt kezdődött, hiszen egyre nehezebb fenntartani a látszatot, hogy ők dolgoznak is valamit, mert az egész tőlem ered. És azóta is dolgozunk rajta, hogy elhitessük az emberekkel, hogy csinálnak is valamit, de egyre nehezebb, és már nem bírom. Jó, akkor most fedjük fel magunkat. Elég volt. Ne, csak lássanak is valamit a nézők azért tényleg most már. Szóval Borka és Sűn, a két ember, aki jól van ez így adásokon, amiket biztos ismertek, vagy hogy nem, akkor keresetek rá YouTube-on. Ez ugye Ádámék műsora, ők dolgoznak a háttérben ezeken az adásokon. Szóval sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Szia Jakab. Szia Jakab, hello mindenki. Ugye ti mind a ketten youtuberként kezdtétek, és akkor most pedig itt a háttérben dolgoztak Ádáméknál. Elmeséltek, hogy ez hogyan alakult így? Kezd nyugodtan, Borka. Hölgye ki az elsőbség. Igen, viszont amivel én foglalkoztam YouTube-on, ez egy teljesen más, egy hagyományosabb csatorna volt. És szeretném hozzátenni, hogy 16 évesen kezdtem el. Tehát abban a kategóriában is volt sorolható, mint amit egy 16 éves fiatal lány el tud kezdeni. Bár egyébként biztos lett volna lehetőségem másra is, de én azért abban az időszakban, amikor elkezdtem, ezek a napi vlogok voltak nagyon népszerűek. És nagyon tetszett az, ahogy mondjuk rám hatott más videósoknak a tartalma. Nagyon ilyen pozitív szemléletet kezdtem el felvenni. És szerettem volna, hogyha én is úgy tudnék hatni az emberekre, mint ahogy mondjuk ezek a tartalmak rám hatottak. És akkor a mókás kis tartalmaimmal próbáltam színesíteni akkoriban a YouTube-ot, és egyébként egészen összejött, egészen bevált. Akkoriban viszonylag hamar szerintem egészen sok emberhez el tudtam érni. És így indult az egész, és ez tartott pár évig, azóta már nem vagyok aktív, de emögött meg leginkább a saját személyiségemnek a formálódása áll a háttérben. Ugye, ahogy már az ilyen könnyedebb, szórakoztató tartalmakban nem találtam meg én sem fogyasztóként a kielégülést, így gyártani sem szerettem volna ilyeneket, viszont ahhoz meg még nem tartottam magam teljesen készen, hogy komolyabb hangvételű videókat készítsek. De hát a jövőben még, még ki tudja. És mit csinálsz most a Jól van ez ígyben pontosan? A Jól van ez ígyben egyébként magam mögött, a produkció mögött kifejezetten jelenleg nem sok szerepem van, leginkább akkor, amikor valamelyikőjük hiányzik, és akkor segítek a műsornak az összetételében. Inkább a céges projektekben veszek részt, meg mostanában elég sok minden indult. Jövő héten megyünk turnézni, dolgozunk egy webshopon. Szóval az én munkaköröm inkább ezekre akkor irányul. Szerkesztés, gyártási igen. És Sűn? Mármint, hogy a YouTube-ba való viszonyom, és hogy hát, honnan... Hát, hogy jutottál, igen, a YouTuberből vágóvá? Hát nekem a YouTube az mindig egy hobbi volt, szóval én sosem gondoltam arra, hogy... Nem is gondoltam magamról soha, hogy tudnék egy olyan konzisztens munkamorát biztosítani, amivel
így ebből megélhetést teremtsek saját magamnak. Szóval ilyen szinten mindig is tudtam, hogy nekem így a videózás az ilyen szabadidős tevékenység tulajdonképpen, csak én közben megszerettem ezeket a... Hát ahogy összeáll maga egy ilyen tartalom, és akkor tanultam is ez irányba. És aztán ugye jobban lettem Ádámékkal pont azáltal, mert láttam, hogy vágót keresnek, vagy valami, meg nem tudom, azt mondom, az életemnek egy olyan szakaszában voltam, amikor minden mindegy alapon így, hát akkor írok neki, mert tudtam, hogy nagyjából ismer engem, és akkor elkezdtünk ugye együtt dolgozni. Mert igazából én sose azt kedveltem, hogy egy kamera előtt vagyok, de mindig terhesnek ítéltem meg azt, hogy valaki mondjuk a véleményét azt így elmondja. Na, hogy vállalja is utána? Az volt nem, az jó, hogyha vállalja, de hogy ugye nem tudom, azért nagyon fontos itthon a mennyiség, a minőség felett valamilyen szinten. Én úgy ítéltem meg, hogyha ebből megjelentést akar az ember. Igen, ahogy a piaci alapon való fenntartásához. Igen. Az algoritmus jobban kajálja, hogyha hát állandóan jön a content. Igen, és így napi szinten azért nagyon nehéz mindig mindenben felkészültnek lenni, és én nem is nagyon szeretnék feltétlenül, nem az, hogy felkészült lenni, mert az nem árt, de hogy mondjuk esetleg minden nap véleményt alkotni valamiről, mert például én azt utálom a legjobban, hogyha nincsen mondjuk háttértudásom valamiről, de ilyen szinten pedig tök kézenfekvő volt az, hogy nekem így a háttérmunka, így a vágás, az mindig is, mindig is az egyik kedvencem volt, és akkor így. És meséljétek, hogy kívülről azért furcsa, hogy van a Cérnagyárnak nevezett entitás, ami ugye az a bérlemény, ahol készülnek a Jól van ez így adások, sok a fókuszcsoportadások, ott van Vidman, Pamkutya, Duszka Peti, Teki, szóval megint kialakult egy fiú öltöző a magyar médiában, és ti pedig valahogy kívülről úgy tűnik, mintha így kicsit benne, kicsit kívül lennétek, ti hogyan vagytok részei ennek a közösségnek, és hogyan érzitek magatokat ott? Akkor megint kezdtem a választ. Ez a kicsit kívül, kicsit belül, ez ugye valóban így van, viszont most hamarosan ez változni fog, mert én teljes állásban leszek a Cérnagyár dolgozója, nem csak a háttérben irányítom a dolgokat. És szerintem ez addig tűnik olyannak, hogy félig vagyunk benne, félig nem, amíg mondjuk, hogyha már minden napi szinten folyamatosan hozzájuk járok be, akkor ez biztosan változni fog. Viszont ugye Ádámon keresztül ismertem meg a többieket én is. Szóval ez kicsit, mint hogyha így külön lehetne választani, ugye a fókuszcsoport Jól van ez így, iroda, meg a Vidman iroda, meg minden külön van, de közben mégis egy. És ugye most létrejött ez a közös Instagram is, de azért ettől függetlenül még mindig különálló videósokról, tartalomgyártókról beszélünk. Szóval talán ebben van itt a megoldás, hogy mivel mi közvetlenül inkább Ádámékkal dolgozunk együtt, ezért inkább hozzájuk tartozunk, vagy én legalábbis úgy érzem. De ugye most közöttük is vannak együttműködések, Csoki is többször feltűnik a Tominál. Én is voltam már a Tominál, ha már arra jártam, oda is kellett egy nő. szóval igen. De nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ez hogy fog változni, amikor már tényleg az lesz, hogy 0-24 együtt vagyunk. De hát majd ez kiderül. Hát az én helyzetem az viszonylag egyszerűbb ilyen szinten. Én nem nagyon szoktam bejárni. Mert hát ahhoz a munkához nem is nagyon kell. Hogyha bármilyen információ van, akkor azt át tudjuk adni egy maxi telefonhívással, de le is írhatjuk egymásnak. Hát én otthonról szoktam vágni. A home office főség. A home office, igen. Ebben is különbözünk, kedves csinyók, elnézést. Nem csak pont volt most. Vagy Csokinak szólnék. Most volt a rész, amiben pont elővettük ezt, hogy Orbán Viktor áll egy gomb felett, és ő dönti el, hogy akkor most kimehet. Szerencsére nekem nem ő döntött el. Na jó, hát akkor hívjuk is be a csinyomnyikot és Ádámot. És amíg beérkeznek, még azt mondjátok meg nekem, hogy ti mit ambicionáltok? Most azért mégiscsak ez egy új jelenség, hogy youtuberként ki tudnak alakulni ilyen alkotóközösségek, ki tudnak alakulni gyakorlatilag produkciós cégek, és nem is Ádámék az egyetlenek, akik ezt így meg tudják már csinálni, hanem most van a VR, van most a Crash Content, és hogy ti mit ambicionáltok? Szerinted meddig tud nőni ez az egész felállás ebben a formában? Hát például idáig. Mondjuk a Partizán, de igen, ez egy ilyen külföldön már egy ideje működő dolog. Nem mernek bejönni. Jöttek már be.
szerintem mi szeretnénk átvenni az irányítást a médiában, egy birodalmat építeni. Ma ez korrekt. Végtelen ambíciók vannak itt. Ez nagyon helyes. Hát akkor ezt így pozitívan. A nyertek, ne szégyellősködjetek. Szevasz. Szervusz, Csaker, szervusz, szia, szia. Na végre, dolgoztok is valamit. Kerüljetek bejjebb, mert még egyébként képhatáron kívül vagytok. Igen, így is. Remek volt. Jó, szóval Borkasűn, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek és kicsit meséltetek arról, hogy milyenek a háttérmunkák a térnagyárban. Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget. Tényleg? Most tudják, hogy ki vagy. Na gyertek, ügyetek le, mert közben megy a műsor, ja, jó. Meg megy az idő, úgyhogy na, hát sziasztok, jó reggelt nektek. Jó reggelt. Jó reggelt. Na mennyire vagytok kényelmetlenül itt ebben a székben, mert mégiscsak ezért megszoktátok a reggeli műsor készítését. Nem olyan kényelmes, de nálatok ez ilyen koncepció, nem? Nálunk egy fokkal persze, ja. Szivatósabbak a reggeli adások, ezt így fontos, hogy ne érezze jól magát senki. Vagy a vendégek, vagy ők kényelmesen ülnek? Amikor mondjuk ilyen partizán pop van, akkor nem úgy tűnik, mint akik. Nem, ezt még a Havas Henrik mondta nekem, amikor ott értegyóztunk vele, és akkor anekdotázunk reggelente, mert az milyen fiatalos, nem? Szóval ő mondta, hogy nem szabad kényelmes székben ülni, sem az interjú alanynak, sem pedig a riporternek, mert abból bajok lesznek, mindenki elkényelmesedik, bealszik és uncsi lesz az adás. Hát ezt próbáljuk tartani azóta is. De ez viszont az, hogy ilyen röcögős, mozgós szék, ez is a koncepció része? Persze, enélkül nem. Próbálom megszokni a helyet. Na, szóval, akkor most már neked vártunk. Kezdjük az elején. Most a mai adásban először kicsit hazai pályán legyetek ti is, meg amúgy is adekvátnak tűnt egy reggeli műsorban hírelemzéssel foglalkozni. Máskor nem csináltok ilyet? Pár hírt. Miért? Hát egy hír kibeszélés. Hát valamilyen szinten. Ez az elég szépsége, hogy minden nap van. Igen, hát abból most minden nap van. Úgyhogy kezdjük is az első hírrel. Már is? Hát miért? Jó. Még szeretnél valamit hozzátenni? Nem, nagyon jó. Minden tetszik. Én is hozzátenném, hogy nagyon, nagyon jó, hogy ilyen kis csöndes, ilyen családias ez itt. Igen. Ugye? Igen. Nagyon szép lett. Előbb még nagyon sokan zsongtak itt, és most olyan... Amúgy néztem az első adást, meg a másodikat is láttam, hogy kik voltak, azért egy kicsit esett a színvonal. Azt mondom? Hát de ne haragudjatok. Most miattam vagy magatokra gondolom, mindegy. Hát ez mindenki döntse. De. Jó, mindegy. Na jó, akkor nem mi könyörögtünk, hogy essünk. Ez de nem mi hibánk, úgyhogy... Hát akkor ez is egy csomó, aki meglátták, jaj, ne, Isten, már eleget láttam pofájukat, gyűlölöm őket. Ezúton is elnézést mindenkitől, aki nem erre számított. Na de, mielőtt rátérnénk a hírblokkra, nézzük meg azt a bejátszót, ami miatt igazából az egész reggeli műsor elkészült, magyarán is az 1% kampányunkhoz tartozó információ animációt. Most folytatjuk ezzel, utána pedig a hírblokk következik. Épp mondani akartam. Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelemadód 1%-át már nekünk is adhatod. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Szánd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Látogass el az sja1.partizanmedia.hu oldalra, és ott mindent részletesen megtalálsz. És már itt is vagyunk, folytatjuk is az adást. És hát első hírünknek, itt van a Telex írja, házkutatás volt Radics Péternél a Süsü az alkoholista sárkány című videója miatt. Na most ez azt jelenti, hogy kiszállt a NAV konkrétan Radics Petihez emiatt a videó miatt, és erről egy Facebook posztot is kilakott, onnan lehetett értesülni a történtekről. Hát ez, nem tudom, hogy meglepődjek ezen, de igen, ez vicces amúgy. Nem tudtam elképzelni, hogy mi miatt száll ki, de megnéztem a videót, és hát érdekes. Nem tudom, hogy miért a NAV szállt ki. Ez... Feltételezem, itt valami jogdíjvita lehet, vagy valami ilyesmi. Jó, de most mi volt a gondolat, hogy most házkutatás kell, hogy ott van a Süsüs videója, milyen következtetés volt, hogy nem találom a Süsüs felvételt, biztos ott van a Radics Petinél, mert nem tudják, hogy működik ez. Vagy mindenki ezt kiszálltak, aki feltöltötte YouTube-ra? Vagy? Hát figyelj, ezt 2016
tos videó. Szóval most kezdtek el ezzel foglalkozni, hogy van valamilyen Y-nal kezdődő internetes tévé, és ott lopkodják a felvételünket, úgyhogy még egy kicsit vártok, és akkor biztos hozzátok is megérkeznek. Hát ez zseniális amúgy. Hát jó, de mi nem tévedünk ilyen zűrös terepre, hogy mondjuk a süsüt kiparodizáljuk. Igen, lehet, hogy olyan nemzeti kincs, ami nem lehet már parodizálni. Hát igen, van ami vicc, de nem minden azért. Legalább adtak egy újabb reklámot, ez a videó most megint nagyot fut. Remélem újra felkapott lesz egy 5 éves videó. Másfél perc, ami nagyon meglepődtem. Mondjuk az is, hogy azt írta a Peti, hogy ott aztán elolvasták, hogy mi volt, és akkor mindenki jót rögött ezen, de most nem olvasták el, miért kimentek, hogy miért mennek ki? Vagy nem tudom, lehet, hogy ők se értették pontosan, hogy mit kerestek ott éppen. Parancsot teljesítenek, feltételezem, de lehet, hogy már akkor is tisztában voltak vele, csak ezért Radics Béla, nem valami gitáros volt? Ja. Ez megyünk, és akkor így megérkezik. Lehet, hogy csak akartak Radics Petivel találkozni. Az is lehet. Legközelebb ti is így csináltok közönség találkozót? Annyira jó ez, tényleg. Valahol amúgy viszont nagyon szomorú, nem? Mert itt végül is, tehát akkor miért is mentek ki? Azért, mert egy paródia készült valamiről? Akkor nem lehet Magyarországon paródiát készíteni. Van méltányos használat, itthon is van. Ez a fair use az egy amerikai. Igen, és van magyar megfelelője a törvényekben, a méltányos. Van, igen. De ez nem a YouTube ASF-ben van benne? Ez van magyar megfelelője, azt hiszem egyszer ennek eléggé. Szóval lehet, hogy hülyeséget mondok, de úgy emlékszem, hogy van magyar megfelelője ennek. De mindegy, mert ezt nem tudom, hogy hogy gondolták, hogy ebből bárhogy jól jöhetnek ki. Meg hogy most erre tényleg erre van idő, meg energia, hogy, hát igen, ez hogy egy, van egy perces süsű paródia, és ezért érdemesnek tartották, hogy ez nem tudom, hogy ki volt ebben a döntéshozó, szerintem azt kéne megkérdezni, hogy mi volt ezzel a célja. Azért a hatóságok azok nem úgy működnek, hogy meglátják, és akkor kirohannak, mint ahogy ezt láthattuk is, hogy kellett megint. Igen. Hogyha Radics hívta volna őket, hogy éppen betörnek a házába, akkor nem is jöttek volna annyira. Igen, de hát ez van egy folyamat, és gondolom egy idő után eljut oda, hogy muszáj valamit dönteni. Amúgy rájöttem, valószínűleg ez már akkor elkezdték, amikor megjelent a videó. Igen. Hát a Manyika most akkor elkezdték, és akkor egy kicsit lassan örülnek ott a dolgok. Az lehetséges. Ja, még annyit lehet tudni, hogy az MTVA kezdeményezte az eljárást, szóval ebből sejtem azt, hogy itt valami jogdíj vita lehet. Hogy most kinek adunk igazat, az MTVA-nak vagy a Dics Petinek ebben a kérdésben, azt én szerintem már rábízom. De akkor most, hogyha valaki reagál egy videónkra, vagy csinál mondjuk egy Partizán paródiát, akkor ti is kiküldhetitek a Novotra? Elvileg igen. Igen? Igen. Csak mi nem érünk rá ilyen hülyeségekre. És hogy találják meg a Dics címét? Az is egy kérdés. Hát jó, ebből látszik, hogy adózik. Van. Saját nevével van fönt, igaz? Úgy könnyű. Na jó, menjünk tovább. Csaki, beolvasod a következő hírünket? Mi történt? Ára. FedEx videó? Újra kordon bontott a Momentum, és Semin nyilatkozott a kordonbontásról is. Ezt megnézhetjük egyébként Seminnek a nyilatkozatát, hogyha... Melyiket? Mert ahogy néztem, az elején is a végén is nyilatkozik. Hát én erre a középségre 4-11. Gondoltam. Jó, nézzük meg. Kicsit beletakarunk. Ezt nézzük, hogy működik ez itt. Őszintén szólva, azért ennél több politikai fantázia is telhetne a Momentumtól és az ellenzéktől, tekintve, hogy azért az országnak a kihívásai a világgazdaságból, világpolitikából következő nehézségekből kifolyólag, ha én ellenzék lennék, értelmesebb gondolatokat és értelmesebb programokat mondanék, mint egy kordonnak. Teljesen más helyzetben, de a helyzet az, hogy amikor a társadalmat fontos kérések izgatják, és természetszerűleg kihívások előtt áll, akkor én bizonyosan, ha ellenzék lennék, olyan társadalmi kérésekkel foglalkoznék, programot hirdetnék, alternatív javaslatokat tennék, amik az embereket valóban közvetlenül érdeklik, nem pedig ilyen politikai bohóckodással. Ez a kordonbontás, ez egyetlen gyereknek se fog segíteni. Tehát azt állítom, hogy a Momentum is az ellenzék kihasználja és meglovagolja ezeket a szegény gyerekeket, beleviszi törvénysértésbe, amire semmi szükség nincsen. Momentum ne lovagoljon meg gyerekeket, és nem is teszi ezt, hála a jó Istennek. Nem, ők nem tudják elképzelni, hogy önszántukból mennek ki valakik.
Ti mit szóltok egyébként ehhez? Szerintetek ez mennyire jó vagy problémás? Mert hogy én azért szoktam gondolkodni, hogy ugye most itt van egy kordonbontás, a Fidesz azt csinált már egy kordonbontást még annó 2006 környékén. Igaza van a semmilyennek abban, hogy ez egészen más helyzet volt, mert ott alapból volt egy felfokozott hangulat, volt egy tömeg, aki szeretett volna oda menni a parlament elé, elbontották a kordont, oda ment a tömeg. Szerintem ez az, amit most nem annyira értenek meg ezzel az ellenzéki oldalon, hogy most elbontják a kordont, és akkor mit csinálnak? Kitűznek egy ilyen pamfletet, hogy akkor van ez a 7 pont, amit még azért leszed a rendőrség, hogy odaérne az Orbán Viktor, szóval... Mert amúgy nagy hatása lenne rá. Hát igen, elolvasnál biztos. Hát legalább akkor látná, de a nyomkodós telefonján ugye nem tudja elolvasni a vapon a telexet, úgyhogy lehet, hogy egyáltalán nem értesül ezekről. Így... Azt gondolod, hogy szegény Orbán, az csak meg van vezetve. Dehogy nem gondolom, szólnak hogy neki, csak nem szóltak neki, úgy biztos törődne ezekkel a kérdésekkel, de az érdekes, amikor mondta, hogy mit kéne csinálni, például programokat, meg ilyenek, de hát ez az ő dolguk is lenne, nem amiket felsorolt. De ők csinálják. Társadalmi kérdésekkel foglalkozni, csak szerintük a társadalmi kérdések azok nem az oktatással van a gond, hanem a migránsokkal, meg a... Hát igen, meg a nyugati veszélyekkel, igen, a fenyegetőzéssel. Én arra gondoltam, hogy azt akartam kérdezni, hogy ehhez mit szóltok, hogy ugye most van ez a kordonbontás, ami már egy Fidesz akciónak az újragondolása. Aztán most a diákok beadtak egy 7 igenes népszavazást, vagy ugye az a szlogenje, hogy 7 igenes népszavazás. Ugye ez megint csak egy régebbi fideszes népszavazási kampánynak volt a szlogenje, csak nem 7 igennel, hanem 4 igennel. Szerintetek működnek ezek az újra melegített Fidesz kommunikációs eszközök, vagy inkább a fantázia hiányáról árulkodik az ellenzéki nyilvánosságnak? Van egy iróniája, az biztos. Az a népszavazás, az hogy áll? Most már gyűjtik az aláírást? Vagy? Hát látod, ezt nem tudom, de meg fogjuk kérni. Lehet, hogyha az baj, hogyha nem tudjuk, mert ha gyűjtik már, akkor kéne tudni mindenkinek, nem? Hát figyelj. Vagy akkor ez emelé, ha tényleg a diákok adják be, akkor tényleg minden párt odaállhat segíteni. Egyelőre még nem indult el a gyűjtés, közben suktak nekem, de hogyha elindul, akkor felteszem, arról hallani fogom. És a választási micsoda bizottság, vagy micsoda, ez elfogadta már? Gondolom nem. És hát nem is fogja. De az a net. Mikor ment át utoljára népszavazási kérelem? Most Egerben volt előtte az utolsó, az kb. Az Olimpia volt. Hát most ugye Debrecenben egy helyi népszavazásra az LMP-nek ugye elfogadásra került, csak nem vették fel a lapokat, mert hogy realizálták, hogy nem lesz erőforrásuk a kampányhoz. Hát ez zseniális. Most ez melyik jobb, hogyha ez a népszavazást elkezdik, hogy beállnak a pártok és segítenek az erőforrásaikkal, vagy akkor el is rontják azt, hogy rögtön ilyen ellenzéki, és elveszik az a függetlenség, hogy a diákok csinálják egyedül. De így is úgy is ráhúzzák mondjuk Gyurcsányt, ha akarják, ha nem, igen, szóval és igazából akár segíthetnek is. És ugye itt is elhangzik, és ugye itt jön a semmilyennek az a fajta megoldása, hogy itt megint csak a megvezetett diákokat tolják maguk előtt a politikusok, ami nyilván kommunikációs eszköz, szóval, hogy akkora a bizalmatlanság a diákok körébe, és egyébként minden ellenzéki csoportosulás körébe a politika felé, hogy nem tudják őket előre tolni, valószínűleg éppen ellenkezőleg. Most jelenleg a diákok tolják maguk előtt a politikusokat, és az ő eszközárukat próbálják használni bizonyos dolgokra, mert hogy ugye az van, hogy lehet itt szoktatás ügyért tiltakozni, de mivel láthatóan egy kormánykoncepcióba illeszkedik be, egy neres koncepcióba illeszkedik be az, hogy az oktatásunk olyan, amilyen, rohadtul nehéz kiállni emellett a dolog mellett, úgyhogy közben nem vagy a kormányzat politikája ellen. Szerintem ez a megoldás, amit te is mondtad, hogy úgy látszik, hogy a diákok tolják a politikusokat, és tényleg ez lenne a politikusoknak itt a dolga, hogy megkérdezzék, hogy mi az, amire szükségük van a diákoknak, és aztán azt odaadni nekik. Vagy ha arra van szükségük, hogy valaki előttük lebontsa a kordont, mert őket nem fogják lefújni, meg nem viszik el, akkor bontsák le a kordont, és aztán utána mehessen be a tömeg, de amíg ugye nincsen tömeg, addig viszont nem tudom, hát a Nagy Imre újra temetésén is lehet beszédet mondani, nem fog változtatni semmin. Úgyhogy valószínűleg sokkal inkább messzebbről kéne neki futni ennek. Én a helyükben elkezdeném megszervezni, hogy hogyan lesz ebből tömeg. Kik azok, akik nem elégedettek, és mivel nem elégedettek. De rosszul esik, hogy én adok ötleteket, pedig nekik ugye hát ez a munkájuk. Van, aki ezért fizetést kap. Igen. Küldjetek híreket politikusok, és akkor én meg majd a reggeli műsorba berakom.
Na jó, menjünk szerintem tovább, és azt nézem, hogy igen, itt még vannak a... Jó, azt tetszett, azt azért megemlíthetjük, hogy a Origo is beszámolt erről, voltak jó, ilyen korrektek, nem? Be is adom. És az a bizonyítékuk, hogy a Telex ott volt időben, miközben ez egy spontán akció volt. Igen. Már mint mennyire spontán, azért meg kellett szervezni, nem? Hát nyilván megvettek szervezni, nyilván meg volt beszélve, ugye most az itt a narratíva az Origón, hogy lebukott ugye a dollár bal oldal, hiszen a függetlennek hazudott, lehet, hogy már nem akarják függetlennek hazudni magukat, hanem elismerik, hogy a dollár bal oldal utasításait követik, és oda mennek, ahova az Amerikából pénzelt pártok küldik őket. Jó. Nekem ebből a narratívából egyébként egy dolog érdekes, mert hogy jó, van a kommunikáció, ami mindig olyan, amilyen, ez egy ilyen retorikai kérdés, de hogy én mindig próbálom valahogy a politikai nézetek mögötti megtalálni azt, hogy mi lelkileg belülről mi motiválja az embereket, vagy mi lehet mögötte, ami lehet, hogy naivitás, de... Hát egy Origónál már lehet, hogy az... Jó, ott az amúgy igen. De hogy ez a dolog, hogy a jobboldali közegben az, hogy ugye egyből parancsuralmi rendszert feltételeznek, mondjuk a dollár bal oldal részéről, hogy ők mit, ugye, a momentum... Úgy érzed, hogy róluk többet elmond? Én azt gondolom, igen, hogy mindenki magából indul ki, és hogy ja, hogy nem tudják elképzelni azt, hogy egyébként nem parancsolami rendszer alapján működik az ellen. Hogy az se, hogy valami média nem egy párt propagandától, azt se tudják elképzelni. Egyszerűen ez a dimenzió náluk nem létezik. Van a bal oldal, meg a jobb oldali propaganda, és nem, másban nem tudnak gondolkozni, igen, ez érdekes, és így akkor nehéz szót érteni velük amúgy. Szerintem nagyon is el tudják képzelni, csak ettől tartanak, hogy mi van, hogyha ugye az emberek megszoknák mondjuk megint azt, hogy létezhet valamilyen szintű függetlenség, és nem kizárólag segszopkodás, akkor még a végén valaki észreveszi, hogy ők csak azt csinálják. Viszont azt tetszett, hogy igazából a Telexen kívül ugye ott volt a Bohár is, ugye? Igen. Az volt a lényeg, szóval akkor most a Bohár is a dollár médiának a embere? Hát vagy csak ez? Arra járt. Hát igen, pont. Most mit csináljon érted, ja. Kedd délután napsütésben? Én azt írja, a Bohár, hogy mehetnének kapálni. A Bohár az egyik kedvenc mém oldalon. Ja, ezeket a poénokat nagyon erőltetik. Viszont amúgy kim volt ugye a Bede Zsolt. Jaj, te most. Csak most nem ütötte el a hatházi. Ja. Hanem most beletörölte a lábát a leköpött EU zászlóba. Igen, ez ott a videó amúgy berakta. Csoda jó. Ez csoda jó. Igen. Deák Dani is beszámolt erről, igen. Hogy elírtak valamit. Ja, ezek, amikor a Trump írt el valamit a Twitteren, az nem volt gond. Na, menjünk akkor Trumppal tovább, mit szólsz? Ugyanis ez szerintem érdekes most, hogy Donald Trumpot a Manhattani eskü cég elmarasztalta szexuális zaklatás vágya miatt. Ez még ugye csak egy polgári peres eljárás volt, büntetőjogi következménye nincsen. Viszont hát egy érdekes precedens. Hát és most mi lett ennek a vége olyan szinten? Ez még csak az egyik volt, ugye? Igen. Akkor most hivatalosan is szexuális zaklató? Hát most már bíróság által kimondottan szexuális zaklató Donald Trump, igen. Jó. És akkor ennek mi lesz a következménye? Hát most az, hogy pár millió dollárt kifizet ugye a sértettnek első körben, utána pedig valóban érdekes, hogy mi lesz a következménye, mert hogy most akkor cancel? Nem. Mert hogy Donald Trumpot nem hiszem, hogy lehet cancel-ölni a saját bázisa, az valószínűleg nem fogja. Szerintem semmit nem hisznek el, ami negatívról lehet. Még a választások eredményét sem. De bocs, amúgy szerintem azért az amerikai, hogy mondjam, ott még van közbizalom a bíróság és a igazságszolgáltatás felé. Ott szerintem azért ez mégis jelent valamit Magyarországon. El tudom képzelni azt, hogy el lehet bagatelizálni, mert az intézmények felé nincs akkora bizalom nálunk. De... Hát nem tudom, hogy ez ki fog derülni, vagy nem, mert szerintem amúgy sem Trump fog újraindulni. Igen, te már tudsz valamit? Nem, de én nem egyszer már elbukott, és most szerintem nem látom, hogy őt fogják megint indítani. Uh-huh. Én mondjuk Biden-t is indítanám, de nehezen látom, hogy most elbukott egy választást, és azóta sokkal kevésbé van a köztudatban, eltűnt a közösségi médiából, itt ez a zaklatás. Szóval nem látom, hogy őt érdemes elindítani, mert van egy kemény bázisa, de hogy az nem elég szerintem. És a kemény bázisán kívül meg azért valamennyire eltűntek az emberek körülötte szerintem.
Hát talán az lesz a kérdés, hogy a republikánus párton belül mekkora lobby ereje van még. Hát. Miért jelentene most ez az ítélet bármi problémát? A Brett Kavanaugh az meg bekerült a... hova? Amerikai kúriába, vagy mi ez? Ja. Szóval ott se sikerült azzal cancelezni, hogy valaki előállt azzal, hogy itt megerőszakolta. Úgyhogy most ezek után a Trumpot, akiről meg hát azért mindenki tudta, hogy vannak a toronyban azért problémák, most kiderült, hogy bebizonyosodott, hogy vannak, hát szerintem ez hozzátartozik az imidzséhez valahol. Szóval akik eddig rászavaztak, azok emiatt nem fognak nem rászavazni. Hú, ez azért rohadt szomorúnak. De most tényleg, na mindegy. Hát igen, ja, nem tudom, csak van valami republikánus, aki ennél alkalmasabb amúgy. Hát Florida. Florida kormányzója fog most valószínűleg. Ez a Descent, az az Descent. És a Bidennél is csak van valaki, aki alkalmasabb. Hát arra nagyon jó kevés. Jó, nem két szerint is öreg ember lenne a választási lehetőség. Igen, de arra viszonylag ritkán van precedens az amerikai választáson, hogy nem a regnáló elnök újrázik egy párton belül. Az jó, de ezer éves. Meg azért nem tudom, annyi, hogyha szerintem a Biden elindul, akkor biztos veszíteni fog. És nem biztos, de hogyha nem a Trumpot indítják, hanem valami kompetens republikánust intenek a Biden ellen, akkor nem tudom elképzelni, hogy Biden megszavazza. Hát, meglátjuk. Mi jó, mindegy, érdekes. Jövőre lesz? Ja. Én nem indítanak egy nőt. Tuti megfúrnák vele a demokratákat. Kamala Harris még mindig ott van, lehet, hogy ő ugye már... Várja, a Kamala Harris az nem demokrata? Demokrata alelnök. De hogy a republikánusok miért nem indítanak egy nő? Nincs. Ja. Biztos, hogy van azért egy nő köztük valahol, aki mondjuk lehet. Nem egy jó, de ilyen rivalda fényben nincsen, aki esélyes lenne. Hát oda kell állítani, nem tudom. Szerintem az amúgy is egy ilyen nagy színjáték az amerikai választás, nem? Tehát egy ilyen showműsor, hát ott föl lehet építeni a showműsor közben valahogy. Ja, hát igen, az igaz. Úgyis valahonnan előkerülnek ezek az emberek, és a végén már csak ott van két ember, hát a közül most a, nem tudom, Leo vagy Ágica. Jó, hát akkor szavazatok Ágicára, hogyha államokban vagytok állampolgárok. Mi pedig menjünk tovább. Ádám, beolvasod ezt a következő hírt? Te még nem voltál, és ez mindig nagy show. Most... Na, nincsen papír. Hát azért keresem ki neked innen szépen a gépről, de... Tudod, mit én nem tudok olvasni, ezt te is tudod. Direkcióval. Meg akarnak szégyen. Júliustól jön a kormány új inflációs csodafegyvere? Indul az online árfigyelő rendszer. Erre gondoltál? Uh-huh. De ezt magad már össze, hogy micsoda pontosan. Majd tényleg az, aminek gondolom? Hát, egy árfigyelő rendszer? A kormány feltalálta a Penis újságot. Hogy az árukeresőt? Olcsóbban.hu-t, igen. De nincs benne semmi innováció, vagy csak így keresem, de nem találom. Nem, hát itt ugye elvileg lesz egy honlap, ahol meg tudod nézni, még ezt nem tudják, hogy milyen termékeket pontosan, de valamilyen termékeket meg tudod nézni, hogy mennyibe kerül. De ez gyakorlatilag az, hogy minden boltnak a rendszerét össze kell kötni ezzel, és akkor ott update-elődik. Igen. És akkor meg tudod nézni, hogy a Penny-ben 10 forinttal olcsóbb a sajt, és akkor ma oda megyek. De én ezt nem látom, hogy ennek mi értelme van, mert ez ugye az interneten lesz, szóval ez inkább a nem biztos, hogy nyugdíjas réteg fogja ezt figyelni, vagy igen? Hát nem tudom, lehet, hogy ezt is ki lehet adni majd úgy, mint az arany oldalakat tőli. Úgy igazából ugyanúgy, most néztem a statisztikákat, és a idős nyugdíjas réteg ugyanannyi százaléka internetezik, mint a fiataloknak, csak más néznek. Uh-huh. De hogy ez igazából, hát nem tudom, érdekes. Most ott rögtön össze lehet hasonlítani a dolgokat. De ugye lesz valami kötelező akció is. Kötelező akció is, lesz, igen. Nem tudom, egyébként amúgy önmagában az, hogy a nagy élelmiszerkereskedő multicégeknek így a fékezetlen működését, azt így próbálja regulálni egy kormány, az nekem nem antipatikus. De... Az, hogy azért van egy ilyen oldal, ami például összesíti az árakat, és például mondjuk kiveszi azt a problémát az egyenletből, hogy X cégnek van egy X vagy egy Y egységnyi pénze marketingre és újságra, a másik X cégnek van, mit tudom én, fél X vagy 5 X pénze marketingre, akkor az így egy kiegyenlített piac. De ez a lokalitás lényeg amúgy is, nem? Szóval mondjuk nyilván egy óriási Tesco, ott olcsóbb lesz minden, mint mondjuk a
egy éjjel-nappaliban Budapesten, de egyszerűen az árukészlet, többet tudnak rendelni, más nyitvatartás, stb. Most ilyet, hogy most összehasonlítod, meg most egyik helyen az egyik olcsó, másik helyen, szóval ennek a gyakorlati használat próbálok rájönni, hogy most azon, amikor közelemben kettő bolt van kb. Ugyanolyan közel, és akkor ez inkább Budapesten lesz, vagy a városokban, de mondjuk vidéken van egy bolt, az kész. Igazából ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. De vidéken meg inkább az van, hogy mit tudom én, egy esemény az, hogy havonta egyszer elmegyünk az Osamba. Miért csak vidéken? Itt még nem voltam az Osamban, és nem tudom milyen. Esemény az Osán? Mert Budapesten nincs Osan. Igen. Budaörsen van legközelebb, nem? Nem, ilyen internet kávézókba elmennek, és akkor havi egyszer tudnak internet. Nem, de hát mit tudom én, Borsodban tényleg az van. Teherautó. Internetes, igen, lajtos kocsival hordják az internetet. Nem, izével a Family Frost, akkor kapnak csak kaját, ha arra jár. Igen. Bemerészkedik az utcán. Jó, de egyébként... Igen, addig a vadkutyákat tesz. Ez is vicc, de ilyen is van, hogy már rengeteg kis településen már nincsen bolt, mert nem éri meg üzemeltetni, ergo van egy mobilbolt, egy autó, amiben bele van rakva tojás meg liszt, és ugye az kivégig jár egy nap, mint amilyen három falut, és ott lehet vásárolni. Van egy csomó ilyen zsákfalu, egy kis falu, tere nem éri meg boltot csinálni. Azt jó van ez így? Nincs. Na. Szomorú amúgy. De hát lehet, hogy ők pont nem fogják figyelni ezt a rendszert. Az elképzelhető. Szóval ez kinek a hasznos, aki mondjuk egy városban lakik, és közelében van 3-4 bolt. Hogyha úgy csinálják meg a honlapot, hogy mondjuk le van egy kosarad, mondjuk ezt a 15 terméket veszem mindig, és kiszámolja neked, és nem lesz én össze, és adnám, mert ezt mondjuk simán meg lehetne csinálni, hogyha tényleg hasznosra akarják, és nem csak arra, hogy figyeljék. Ez az én vásárlói kosaram kb. És akkor összehasonlítja, hogy itt most ez 15 ezer, itt 13, itt meg 18. Ott azt látom, hogy ennek van értelme. Aztán nyilván az, hogy most készletem van-e, azt már nem lehet tudni, de... Jó, hát ez is egy terv, például... De most... Ez az ötlet, ez jó. Csak egy a nem tudom, 100 ezer közül, amit illene megcsinálni. De nincs ezzel egyáltalán gond. Hát megérted, az alapvető problémát ezt nem orvosolja, hanem egy ilyen kommunikációs eszközzel próbálják megoldani azt, hogy elképesztően drága lett a megérkezés. Hát az alapvető problémát orvosolja, mert ezzel az inflációt akarják, a papíron lévő inflációt lejjebb vinni. De miért csökkenteni fogják az ára? Igen, mert az tény, hogy voltak olyan termékek, amiknek úgy szállt el az ára, hogy látták az üzletek, hogy akár mindenhol elszállt akkor. Szóval most minden... Igen, de hogyha meg valaki visszacsökkenti, akkor már mindenki oda fog menni. Most érted, 500 forint. Én nem gondolom, hogy ez alapján, holnapján majd előzönlik a boltokat, ezért valahol a trapista sajt olcsóbb. Szerintem, hogyha három bolt közül választhatsz, és egyértelmű lesz, hogy melyik az olcsóbb, és ugyanolyan messze van, akkor az olcsóbbba fogsz menni. Hát... Kivéve, hogyha van Lidl, ahol van normális májas. Biztos vannak. Biztos vannak nagy elvárások, de én nem mondom, hogy ez az inflációra különösen hatással lesz. Ez annyira marginális dolog. Szerintem most mindent megragadnak, mert látszik, hogy nem megy le. Hát ilyen nem egész 1%-ot csökkent 3 hónap alatt, aztán úgy, hogy az Orbán már beadta a vakcinát. És úgy vesz, hogy évvégére 10% alatt lesz, nem? Igen. De hát az a decemberi az képest... teperni. Féltek, a következő hírünk ez pont ide csatlakozik. Nagy Márton szerint nem az a fontos, hogy mekkorák a hazai bérek, hanem az, hogy mit lehet azokon venni. Nem az a fontos, hogy mennyi kaja van, hanem hogy mekkora a pofátok. Igen. Hát, de tényleg amúgy igaza van. Hát egyébként igaza van. Hát, hogyha 1 forint 1 euró lenne, akkor nagyon jól keresnénk. Igen, és hogyha 6 milliót keresne egy átlagos gyári munkás, viszont 9 millió lenne a kenyér, akkor... Igen, akkor nem állnánk olyan jól. Úgyhogy nagyon, nagyon igaza van Nagy Mártonnak, szeretnénk megdicsérni. Igen. Átlátja a gazdaság folyamatait. Hát ő gazdaságfejlesztési miniszter, szóval örülök, hogy legalább ennyivel tisztában van. És akkor mi történik? De most pihenhet egy kicsit, most kibölcselkedtem olyan, most hátra lehet dőlni be ezek pár hónapra. Bevezetik a kötelező akciókat, ezt az okosságot is mondta, én biztos egy kicsit most elmennék nyaralni. A Lady Milliárdra. Igen. És közben posztolnék, hogy... Már ha Orbán engedi, hogy home office-ba menjen, ugye, mert ez egyértelmű. A home office meg a nyaralás azért érted, azért nem ugyanaz áll is. Náluk nem biztos, de hogy
Igen, igen. De náluk ugyanaz, mert mind a kettőben kiraknak egy képet. De lehet, hogy ez egy kormánykritika volt, mert igazából erről van szó, mi is van, mi pontosan a mondás, hogy mit lehet azokon venni, akkor igen, itthon ezzel az inflációval pont ezt szívtuk meg leginkább. Szóval ez valahol egy beszólás magának. Mert amúgy azért oké, hogy kevés a fizetésünk, de amúgy nem olcsóbb a bolt, mint mondjuk ha kimész Ausztriába, nem sokkal, vagy valahol még semennyire sem olcsóbb. És hogyha külföldi termék, valamilyen elektronikai eszköz, az meg az infláció miatt is, mert nem bíznak bennünk, meg az euró, meg a dollár árfolyam miatt is eszetlen drága minden itt. Hát igen, szóval az is fontos szerintem, hogy nem szabad mindent az inflációra fogni, mint hogy az áruházasok esetében sem feltétlen, csak azért kerül annyiba valami, mert infláció van, hanem ugye ők beárazzák maguknak a termékeket, hogy megérős legyen. És ugye itt még másik dolog is feljön, az energiaáraknak a növekedése, ami annyit jelent, hogy az, hogy eljusson A-ból B-be egy termék, ugye sokkal drágább, mert hogy a kamionban sokkal drágábban rakott bele azt a szerencsétlen benzint. És ezek ugye most elkezdtek csökkenni, ami azért vicces, mert a Fidesz kommunikációjában azt lehet hallani, hogy a szankciós infláció van, szankciók miatt nőnek az energiaárak, minden az európai szankciós politikának a következménye, ami ugyanúgy fent áll, sőt, egyre keményebb, és mégis csökkennek az energiaárak, hát láss csodát, most mondd meg. Ez soha nem befolyásolta a kommunikációjukat a valóság, legalábbis az elmúlt években. Most az, hogy a háború miatt van ársapka a benzinen, ugye ezt is meddig hallgathattuk, hiszen 3 vagy 4 hónappal a háború előtt rakták rá, szóval lehet, hogy mégis tudott valamit Orbán, csak akkor igazán tehetett volna valamit a békért, amíg még lehetett. Most hát mindent megtesz érte. Mindig most mondja, hogy béke igen. legyen. Mit lehet még csinálni? Hát más nem legyen. Legyen béke. Ja, szerintem az jó lenne. Amen. Csoki, beolvasod az utolsó hírünket mára? Vagy várjál neked? Be van karikázva azt, hogy végül mit szerkesztettünk be, vagy sem? Blik, vagy a... Hát figyelj, a Blik az ugye az, hogy Sobert Norbi visszavonul. Jó, az. Ez szerintem... Jobban szeretnél beszélni. Láttam, hogy fölcsönt a szemed az akkumulátorgyárakon. Szijjártó bejelentette, hogy 400 milliárd forintból újabb akkugyár épült Debrecenben. Ez az Európa, micsoda? Opa, a világ 9. legnagyobb elektromos akkumulátorgyára, a kínai Eve Energy. Még egy kínai, nagyon jó. És ehhez mondta a Szentkirály Alexandra, hogy nem kell aggódni, mert nem pakisztániak fognak ott dolgozni, hanem elsősorban magyarok, másodsorban határon túli magyarok, akik ugye, tehát mégse ugyanaz, ugye itt azt mondja a Szentkirály Alexandra, és csak utána jöhetnek pakisztáni testvéreink. Hát, és ezen mivel van problémád? Az, hogy most már komolyan, szóval érted, hogy szerintem az oktatási tiltakozásokon is rohadtul látszik az, hogy itt nem számít igazából semmi, csak a kontrollnak a kézben tartása. Most az, hogy tiltakoznak a diákok és tanárok egy éve, mert hogy szar a rendszer, az egész oktatás, úgy, ahogy van, majd a Fidesz belengeti egy státusztörvény, vagy bosszútörvénynek nevezett törvényjavaslatot, amikor azt mondja, hogy mi lenne, hogyha 3-szor ilyen szar lenne, na akkor sírna a szátok. De lesz pénz. És akkor ugye a kontroll náluk van. De ugye lesz pénz, igen, ez fontos. A kontroll náluk van. Na most Debrecenben hasonló. Ők is tiltakoznak az akkugyár ellen. És tök mindegy, ez egy akkora fuck you, akkor megszerül, hogy még rádobnak egy másik akkumulátorgyárat, tehát emeltek egy aksi gyárra. Én azt látom, hogy direkt ez úgy csinálják, hogy mintha nem, hogy azt mondják, hogy értjük, hogy problémátok van, és direkt mást értenek ez alatt, hogy mondjuk a tanároknál sem csak a fizetéssel van gond, de csak ezt veszik elő. Itt meg mi úgy csinálnak az aksi gyárna, mintha csak az lett volna gond, hogy külföldi vendégmunkások. És Jógi, tudjuk, hogy ez az egyetlen gondotok, ezt megoldjuk, és akkor már minden rendben van, miközben egyáltalán nem csak ez a gond, csak úgy csinálnak, mintha valami gondra reflektálnának. Hát, jó, hát először feltöltik magyarokkal a sorokat, aztán majd a rendes pozitív. Igen, és a vezetőknek meghozzák a pakisztániakat. Igen. Amúgy nem tudom, mert ez tényleg nagy kérdés, hogy ezek az aksi gyárak hova tartanak. Azért láttuk már, hogy volt, amiben igazuk volt, bár az autógyárak miatt szintén nem volt sehol tiltakozás. Az aksi gyárak miatt a tiltakozás a helyiekkel én teljesen együtt érzek. Az LMP-vel már sokkal kevésbé, én arra rákerestem, hogy mikor kezdtek el tiltakozni az aksi gyárak ellen, nem fogjátok kitalálni.
hát most tavaly. És akkor előtte soha sehol nem volt probléma, Gödön, meg nem tudom, de amúgy ebben tényleg van egy, érdekes módon van egy példánk, hogy ugye Gödön hogy működik az aksi gyár, és ebből levonhatnánk messze menő következtetéseket, és hát nem jól. Úgyhogy lehet, hogy talán jobban át kéne gondolni, meg egy átláthatóbb egyeztetés lenne érdemes erre felhúzni, és az alapján egy közös döntést hozni. De hát ebben ugye soha senki nem volt érdekelt, aki hatalmon van. Hát ez az ugye két dolog mentén próbálják védeni a Fideszben ezt az aksigyár koncepciót. Mert hogy megint csak akkor legyünk naívak, és próbáljuk meg elképzelni, mi van az ő fejükben, vagy meg miből indulnak ki. Két dolgot értenek, talán hármat. Az egyik a xenofóbia, hogy nem a pakisztániak fognak jönni nyugi. A másik a környezetvédelem, egyébként ebben valóban van egy konszenzus Magyarországon, azzal is érvelnek, hogy ugye ez meg lesz oldva, meg tisztított vízzel fog menni az akkumulátorgyár, amelyik technológia, tudtommal még nem létezik, de nem baj, mert mindjárt fog. Meg hát ugye arcol a kasszának. De amit nem értenek, az az önrendelkezés. Azt nem, így nem fér bele a fejükbe, hogy amúgy itt van egy ilyen demokratikus kezdeményezés, ahol az emberek valamit nem szeretnének. És értem, hogy GDP, meg értem, hogy majd megoldjuk a vizet, de nem akarsz akarom, hogy megold a vizet, hanem az, hogy ne legyen akkumulátortyán. És ez nem érthetetlen. Meg tök jó, erre hivatkozik egy csomó munkahelyet terem, de ha jól tudom, ezekben a szektorokban most is akkora munkáról hiány van, szóval mondhatják, hogy magyarokkal töltik meg, de nem lesz elég magyar. Úgyhogy hát akkor sem is be kell hozni egy csomó vendégmunkást, ami amúgy az eddigi kommunikációjukkal egy kicsit azért ütközik. De hát. Amúgy igazad van, Jakab, hogy szerintem is ez nagyon megijeszti őket, hogy mi van, hogyha egy alulról jövő kezdeményezés elér valamit, még a végén azt tanulja meg ebből a magyar, hogy egy alulról jövő kezdeményezés elérhet valamit, ami hát ugye borzalmas lenne. Hát borzalmas lenne, hát mit tudunk mi arról, hogy mit szeretnénk? Persze. Nincs egy 1%-os videótok, vagy nem? De az is lesz, ne félj, de most még nem. Először térjünk át most a második blokkunkra, ahol majd vendégeink fognak érkezni. De előtte álltam, azt exponáld már egy kicsit nekem, hogy ugye neked van egy beefed ezzel a Miss Influencer versennyel, aki esetleg hát nem nézte... Hát beefnek nem mondanám, csak hát megnéztem pár videójukat. Aki nem ismeri esetleg a történetet, annak elmondod dióhéjban, hogy mi ez az egész? Én se értem. Tényleg nem. Ez valami... Nem is ez van tehetségkutató, vagy szépségverseny, nem tudom. Igen, valami hibrid. Ahol elmentek, influencerek jelentkezhettek, szóval van 10 000 követőjük, ami azt jelenti, hogy a jelentkezők nagy részének előtte lévő nap lett hirtelen plusz 6 000 követőjük. Hát állítok, csak páran voltak. Hát jó, mindegy. És akkor így reklámokat, nem tudom amúgy, hogy mi ez a pontos, ez a Miss Influencer, nekem ilyen shady-nek tűnik egy kicsit az egész, ilyen, hát nem minden tiszta nekem ezzel kapcsolatban, hogy mi ez az egész, és az egész ilyen irtózatosan nyomasztó trash. Uh-huh. Hát igen, valahol egy szépségversenyszerűség, csak hát. Influencer logóval. Amúgy az tényleg nagyon furcsa benne, hogy ugye ez már lement egyszer Dubajban, és ott nagyon nagy csinadrattát kerítettek köré. Hát vagy azt hitetik el veled? Hát nem tudom, én amit megnéztem ott a videókat, ott legalább volt egy záró esemény, ami érted, ott a videón kinézett valahogy, ennyit tudok hozzáfűzni. De tehát itthon azt mondják ugye, hogy itt az influencerek közül egy ilyen olyan emberrel akarják ezt megnyeretni, akivel lehet adni termékeket, aki érti ennek az influencer marketingnek a lényegét, akivel valami reformot lehet véghez vinni, és akkor ehhez képest ugye láthattuk a Moson-Magyaróvári nem tudom milyen spának a reklámját, hogy így valaki így nem megyünk el a Moson-Magyaróvárra? De! És ez a marketing. Szóval és nem hullott ki az első 50-ben. Szóval nem tudom, lehet, hogy kicsi az ország, és inkább 4-gyel kellett volna kezdeni, és abból kiválasztani egyet ennyi hét alatt. De legalábbis az a diszonancia megvan, hogy ugye mondanak valamit, hogy mit szeretnének ezzel elérni, és a szöges. Azt mondták, hogy új alapokra helyezni az influencer bizniszt, és gyakorlatilag közben az összes ilyen influencer sztereotípiát erősítik, és
Szóval igen, a legnyomorúságosabb influencer sztereotípiákat látod vissza, ami már azt gondolod, hogy már 2023-ban már meghaladtuk, és ők visszahozzák, és még úgy csinálnak. És az én az a kedvencem, hogy az ilyen szponzorációk mellett behoznak ilyen, ja, mindenki beszél arról, hogy a közösségi médiában nem valósak a dolgok, és akkor mindenki csinál egy ilyen rettentő kellemetlen videót, és ja, akkor... és itt a brief, igen, egy kicsit a saját szavaitokkal. Igen, ezt kell mondani. És utána meg mondd fel, hogy ebbe a kriptobizniszbe szálljanak be. Ez nem olyan kicsit, mint amúgy a kultúrának így nagyjából minden területe, hogy van egy ilyen, mint undergroundnak induló, legyen ez zene vagy film, undergroundnak induló szerzői vonal, aki valóban újításokat csinál, és van egy mainstream, ami meg le van maradva ettől három lépéssel, viszont rohadt nagyokat kaszál. Lehet, és nem mi vagyunk azok. Hát nem tudom, mi ez az egész. Hát csak az egész nem nagyon fura. Én ezt nem tudom megfogni, csak úgy érzed, hogy semmi nincs rendben ezzel. Hát jó, akkor figyelj, akkor próbálj meg megérteni. Próbálj meg egy kicsit közelebb kerülni hozzá, mondjuk itt elég így a szépségiparon keresztül. Jó. Ugyanis itt lesz velünk Solti Hanna, a Venus Projekt podcastere, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy milyen feminista és milyen valósága van a szépségiparnak. De előtte nézzünk meg egy bejátszót, ez még a Marcinak az interjúja, amit Cilával készített, és hát ott kivesézik a szépségiparnak bizonyos aspektusait, amik szerintem most is elő fognak kerülni. Úgyhogy nézzük meg ezt a bejátszót, és utána jövünk vissza. Mivel mondtam, hogy ez egy üzleti vállalkozás, nekünk az a legfontosabb, hogy jó legyen, szép legyen, eladható legyen és sok pénzt termeljen. Ha ez nincsen meg, akkor egyszerűen tönkre megy az embernek a munkája. Az eladhatóságnak a kritériumai, azok szerinted nem tudják veszélyes formában deformálni egy ilyen fiatal személyiségnek az alakulását? Abszolút, de nagyon rossz hatással tud lenni az elején egy lányra. Tehát, hogy ez úgy kezdődik, hogy valaki, aki elkezd modellkedni, az mondjuk az első motiváció az semmi más, csak hogy benne legyek az újságba. Akkor, hogy mutogathassam az iskolába, hogy benne vagyok az újságba. Akkor az egész iskola, ez a kamaszkor, tudod, amikor az ember még se nő, se gyerek, tehát keresi a saját útját. Visszaigazolást. És visszaigazolást, akkor megkapja, hogy ő egy jó csaj, egy jó nő. Akkor ezt nagyon élvezi. Tehát körülbelül olyan 20 éves korára alakul ki, hogy úristen, én ebből pénzt akarok keresni, és ebből akarok megélni. Lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen szempontból rendkívül szexista iparág? Mármint abban az értelemben, hogy tárgyasítja a nőket, standardokat fogalmaz meg nekik, hogy hogyan kell kinéznünk ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak, majd pedig terméket csinál belőlük, amiket értékesít különböző piacoknak. Ez egy kereskedelmi iparág, és ezt nem... Emberi testekkel kereskedtek. Igen, viszont mi a társadalom igényeit és az elvárásait szolgáljuk ki. Amelyeket egy bele is gyártatok neki? Nem gyártjuk le, hanem amire igény van. Tehát nem én fogom meghatározni azt, hogy ki legyen a Sionak a reklámfilmjébe, hanem a Sio fogja meghatározni azt, hogy kivel lehet eladni az adott terméket. Ők a marketingnek egy elemei tulajdonképpen a modellek. Mitől nem emberkereskedelem a modell szakma? De ezt kimondta, hogy nem emberkereskedelem, hát emberek vannak menedzsmentben és egy piacon teljesen. Akkor azt kimondható, hogy ez egy sajátos 21. századi formája az emberkereskedelemnek. Igen, ugyanúgy, ahogy a multinacionális cégek, meg modern rabszolgatartó cégek. Akkor ez emberkereskedelem. És folytatjuk is az adást, itt van már velünk Solti Hanna. Szia Hanna! Hello! Na, hát ugye a felkonfot már elrontottam, mert nem csak a podcastere vagy a Venus Projektnek, hanem a 444 újságírója is. Köszönöm. Úgyhogy igen, ezúton is köszöntünk. És hát kezdjük is. Láttad esetleg azokat a videókat, amiket Ádámék készítettek most erről a Miss Influencerről? Igen, ma reggel néztem, de azért nagyon ne kérdezzetek bele. Jó, első benyomás? A videóról vagy a témáról? Is akár. A videóról nem szeretnék véleményt mondani, úgyhogy az alkotók itt ülnek mellettem. Hát pedig, hogyha valahogy, akkor így érdemes. A témáról van véleményem. Kérdezel, vagy belekezdjek? Hát figyelj, akkor kezdjük a témával. Mit gondolsz, mennyire problémás, vagy miben problémás ez a jelenlegi Miss Influencer verseny, és mi az, amit amúgy is magával visz abból a tendenciából, ami nagyjából minden szépségversenyre elmondható?
Szerintem ez a Miss Influencer, ez nem problematikusabb, mint, vagy kevésbé problematikus, mint bármelyik szépségverseny. Talán azért is, mint amit az előbbi videóban elhangzott, hogy szerintem sem annyira sok dolog különbözteti meg az ember kereskedelemtől a szépségversenyeket, hiszen alapvetően az a test, meg az egyes személyek, akik mondjuk legtöbb esetben talán nőknek a tárgyasítására épül, és szerintem itt ugye a szabad akarat kérdése, nyilván az emberkereskedelem az nem szabad akaratból történik, hanem az valakinek az elrablását jelenti, míg amíg hagyományosan azt mondjuk, hogy ezek a szépségversenyek, meg Miss Influencer versenyek, ezekre szabad akaratból jelentkeznek az emberek, de szerintem ahol van gazdasági nyomás, meg nemek közötti egyenlőtlenségek, meg kapitalizmus, mint ahogy tudod, én egy kapitalizmussal szemben kritikus ember vagyok, ott szerintem nincsen olyan, hogy szabad akarat, legalábbis 100%-ban nem lehet erről beszélni. Igen, talán ez az aspektusa a dolognak, hogy attól, mert valami nem nettó emberkereskedelem és szabad akarat ellenére történik, attól még lehet róla túl kizsákmányoló és tárgyasító. Öntárgyasító akár sok esetben, bár ugye nem látjuk az elejétől a végéig minden mozzanatát egy ilyen versenynek, hogy mi az, amit valaki valóban önként vállal, mi az, amibe akár verbálisan bele van kényszerítve. Ádám, beszéltetek már feminista jellegű témákról, beszélgetettek már női jogokról, beszélgetettek már ilyen témákról a műsorban, de én még nem láttam, hogy egy nővel tennétek ugyanezt, főleg egy olyan, aki szakértője ezeknek a kérdéseknek, úgyhogy most így átadnám a szót nektek is egy kicsit. Én csak azért, mert még nem találtunk. De... Én nem tudom, nekem sose voltak szimpatikusak ezek a szépségversenyek, csak most úgy érzem, hogy egy olyanra találtunk rá, ami valami különösen rendkívül aljas színvonalon is van kivitelezve, és nem látom azt, hogy, mert elhiszem, hogyha valaki megnyer egy Miss Universe-t, akkor egy csomó lehetőség kitárul előtte, amiből nem feltétlenül egy Harvey Weinsteinnek a gatyája lesz a legtöbb, hanem nem tudom, tényleg pénzre válthatja a tehetségét, ami nem csak a szépségét. Tehát valószínűleg csak a szépséggel nem lehet megnyerni. De most valami igazán ilyen hát jól mondtad, Ádám, hogy egy ilyen nyomasztó a szépségverseny van még 2023-ban relevanciájuk. Én azt hittem, hogy ez már így amúgy ez egy ilyen kimentek a divatból. Most így a közösségi médiával ott már mindenki saját maga befuthat. Nekem fura az, hogy még léteznek szépségversenyek, olyan elavult dolognak tűnnek nekem. De a történetiségéről egy kicsit tudsz minket tárgyalni? Nem tudok a történetiségéről. Én nem gondolom, hogy kevésbé lenne releváns attól, hogy van közösségi média, sőt, látjátok, hogy hát itt van akkor a Miss Influencer, tehát hogy hiába lehet végül is bárki influencer, ugyanannyira lehet bárki influencer, mint ahogy modell lehet bárki, tehát hogy azért ez nyilván nem annyira egyszerű sok százezer, akár milliós követőtábort összeszedni, kivéve ha megveszed, de hát akkor meg azért nem egyszerű, mert drága. Tehát, hogy mindig szerintem minden kornak végül is meg lesz az ilyen jellegű saját versenye. Hát csak igen, csak a... Ez a Miss Influencer itt van, de szerintem ez se releváns, inkább mindenki csak így szörnyűködik rajta a résztvevőkön kívül, meg pár követőn, de hogy így ezt sem mondanám relevánsnak, mert sokkal negatívabb visszhangja, mint bármely szépségversenynek eddig, ami így az online, nem tudom, csak ugye az van bennem, hogy manapság már az, hogy mondjuk ki a Miss Hungary, vagy ilyenek, ezt nem is látom soha a hírekben sehol. Régen ennek volt valami. Azt hiszem, hogy ezek modellszerződésekkel, meg egyéb dolgokkal járnak együtt, mert mint egy ilyen szépségverseny, ami, tehát hogy van azért egy nem tudom, legitim jutalom, ha úgy veszük, és szerintem egyébként egy Miss Influencer az teljesen, tehát hogy annak abszolút van létjogosultsága, és ez most nem a személyes véleményemet tükrözi, hogy ez jó-e így vagy nem, de hát mindenki szeretne, tehát hogy konkrét mérések vannak arról, hogy nagyon sok fiatal lány szeretne influencer lenni.
azért, mert amit lát belőle az az, hogy az influencerek gazdagok, sokat utaznak, sokat keresnek, jól néznek ki, ingyen kapnak cuccokat, és hát az végül is a kapitalizmusnak a csúcsa, hogyha valaki meg az önmenedzselésnek, meg az önbrandingnek a csúcsa, hogyha valaki egy több milliós követőtáborral rendelkező influencer, és azért ebben valószínűleg nektek is van valamennyi tapasztalatotok, tehát, hogy ki ne akarna influencer lenni. És végül is egy Miss Influencer verseny, az egyrészt ott megcsillogtathatja valaki, hogy milyen jó influencer, másrészt lehetőséget kap arra, hogy még híresebb influencer legyen, és még szebb influencer legyen. És az egyik videóban ott beszéltetek arról, hogy végül is most ez a verseny arról szól, hogy valaki reklámozhat más márkákat, és hát erre az a válasz, hogy igen, és ez bármennyire is hihetetlen, egyébként számomra is, embereknek ez a vágya, hogy beállhassanak márkák mögé, hiszen hát végül is ez ugyanolyan, mint a modellkedés, modellként is végül is reklámozol bizonyos márkákat, influencerként is ezt teszed. Igen, én is azt érzem, hogy a Miss Influencernek a megvalósítása, az amiket láthattunk, azokat a videókat kifejezetten hitvány. Most ez nyilván nem segít a megítélésén. Hogyha viszont azt nézzük, hogy van egy csomó szépségverseny, ami már mondjuk 100 éve is volt, akkor pedig ott meg megvan az, hogy van egy hagyománya, nem tudom, valakinek a családjában mennek ezek a sztorik, hogy ki indult, ki nyert, nem tudom, ki volt ott, mit tudom én, zsűritag, vagy akármi, akkor ez már is egy más megítélést kap az ő szemében. Meg az, hogy minden évben van, nem tudom, egy szépségverseny, ugyanúgy, mint ahogy minden évben van a dal, nem húzzuk fel a szemöldökünket, hogy minek, hanem ott van. És, vagy hát nem tudom, legalábbis, ami már nem tudom, 50-100 éve megy, arra kevésbé húzza fel az ember a szemöldökét, mint hogy ide van lapától velünk, hogy tessék, itt ez a Miss Influencer, olyan, amilyen, nézd meg, tetszik? És akkor mondhatod, hogy nem. Azt még hozzátenném, hogy egyébként meg biztos van olyan, aki ezt az ismertséget, amit a Miss Influencerben kap, azt szeretné majd kihasználni jobb dolgokra, mármint hogy ne kérdőjelezzük meg végül is a nőknek az önrendelkezési jogát, tehát hogy azt nem állítanám, hogy mindenki, aki a Miss Influencer műsorban jelentkezik, az egyszerűen buta és kész, mert valószínűleg ennél. Hogy mondjam, még kicsit egalitáriusabbá teszi a gender különbséget ez az influencer dolog, mert aki influencer, az most mesélted ezt, hogy miért cél nagyon sok embernek, és itt tök vicces, hogy arra gondoltam, hogy az olyan, mint a technológiai szingularitást tör, amikor már így a technológia és a külső világ az így egybeolvad, és ez így a kapitalista szingularitás, amikor már te is termék vagy, és termék szeretnél lenni, hogy terméket értékesíts a termékeden keresztül, és neked lesz egy értéked, és akkor annak is lesz egy értéke, és gyakorlatilag a teljes doboz van ráfestve a teljes dobozra, és egy ilyen fraktális végtelenben mindenki boldog, és eladta magát tökéletesen, és zavarva ejtő. De akkor te nem is ítéled el alapvetően a szépségversenyeket? Nekem szerintem ez nem dolgom, tehát hogy nem ítélek el létező, több száz éve létező dolgokat, mert ki vagyok én. Van róla egy személyes véleményem, meg van egy szakmai véleményem, most az utóbbit mondom. Az, hogy én jelentkeznék a szépségversenyre, vagy hogyha majd ha lesz gyerekem, és ő jelentkezni szeretne egy szépségversenyre, akkor ahhoz mit fogok szólni, az meg egy harmadik. És hogy ő ennek ellenére mit fog csinálni, az meg a negyedik. Ezt szeretném a bolsevik véleménydiktatúrának így a margójáról letenni, hogy igen, ez is egy olyan dolog, ami gyakran elhangzik, ugye, hogy ezek a balosok ezt akarják betiltetni, meg azt akarják betiltetni, hogy igazából nem, hogy tényleg ez, és ezt nagyon szépen összefoglalt, tehát szerintem, hogy figyelj, van itt egy dolog, és annak vannak ilyen oldalai, és ez például a rossz oldala, azt így pont. Amerikában vannak gyerekszépségversenyek, azt már tényleg nehezen lenyelni azokat. Ja. Azokat tényleg nem tudom, hova tenni. Szerintem kampányolni kéne ellene, mert Amerikában van, és itt akkor ne legyen. Igen. A gyerekszépségversenyekre egész más a véleményem, igen, azzal kevésbé vagyok, szeretem. Hogy mondjam, elnéző, imádom, nem. Azzal kevésbé vagyok elnéző, mert azért azt gondolom, hogy a gyerekek nem tudják olyan jól érvényesíteni a jogaikat sok esetben, mint a felnőttek, és ez
Szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Hogy nyilván, hogy a szabad akarat kérdés az nehezen merül fel, amikor már kapásból ugye a szülői beleegyezés hát, szükséges valaki hozzá, három éves. A pusolás. Igen, három évesen viszonylag kevés dologról tudtam én is dönteni. Amiről meg tudtam, azról meg nem kellett volna. Na mindegy. Szóval, Solti Hanna, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél és beszélgettél velünk most egy kicsit új szemszögeket is felvillantva. Mi pedig folytatjuk az adásunkat, ugyanis május 10-e van, ez pedig, ezt talán kevesen tudják, de Borka a... Borka napja. Borka szülinapja? Borka szülinapja? Igen. Mondtad. Boldog szülinapot, Borka. Boldog születésnapot, Borka, ezúton is. Aki nem látta az adás elején, ő volt benn nálunk a legelején a történetek. Nem tudtam, hogy ma van a születésnapja. Hát nem hoztunk tortát. De se hoztál tortát. Na mindegy, de ami Borka születésnapján kívül van május 10-én, az a mentősöknek a világnapja, és ennek kapcsán fogunk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet, itt főleg Budapesten és országos szinten is akár, hiszen majd látjátok, hogy ez így összeér a mentősökkel, és erről készítünk egy bejátszóval is. Először ezt nézzük meg, aztán folytatjuk vendégünkkel. Színes virágok és az Emberi Erőforrások Miniszterének társaságában reggelizhettek a mentőszolgálat munkatársai szerdán. A mentők napja alkalmából az Országos Mentőszolgálat látta vendégül munkatársait egy budapesti belvárosi étteremben. A miniszter itt sajtótájékoztatót is tartott, amelyet egy viccel kezdett. Először azt hittem, hogy a mentőszolgálat dolgozói minden reggelit reggeliznek, de most kiderült, hogy ez egyszeri alkalom a tréfát félretéve. Azért jó, hogy háttal állok önöknek, mert így nyugodtan folytathatják a reggelit. Nem csak a vicc felháborító a mentők szerint, hanem a bejelentett béremelés is. A mentős érdekképviselet azt mondja, korábbi ígéretek miatt sokan sokkal nagyobb emelésre számítottak. Jövő januártól legalább 60%-ra. Ehelyett az egészségügyi dolgozók 8%-os emelése mellé mindössze 10%-ot kapnak a mentők. Életeket mentenek, sokuk fizetése viszont alig éri el a garantált bérminimumot. Legtöbbjüknek jól jött volna karácsonyra a kollektív szerződésükben rögzített 37 ezer forintos egyszeri juttatás. Azonban többüknek csak a töredékét utalta át az Országos Mentőszolgálat. A Népszava egy olyan mentődolgozóról is írt, aki mindössze 4500 forintot kapott. Dühében vissza is utalta azt a munkáltatójának. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint a szakdolgozók nem kapták meg a kormány által ígért béremelést. Az orvosok azonban igen, emiatt pedig a bérarányuk, ahogy a szövetség fogalmazott, távolabbra került, mint valaha. A szakdolgozók most csak ötöd annyit keresnek, mint az orvosok. Az Országos Mentőszolgálat ki kell, hogy mondjuk, hogy az alapfeladatát, a mentést nem tudja biztosítani a fővárosban, Budapesten. Ennek egyik ékes bizonyítéka az, hogy több mint 10 éve vezényelnek föl egységeket az egész országból azért, hogy a budapesti mentést valamilyen szinten megerősítsék. És ahogy mondtam, már itt is van velünk Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke, akit egyébként a bejátszó utolsó snitjeiben is láthattatok. Szia Tibor, köszöntünk a stúdióban. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Na most ugye ma van a mentők napja Magyarországon, május 10-e van, és mi is bevágtuk az a bejátszóba azt a 2017-es felvételt, ahol Balogh Zoltán, az akkor illetékes miniszter, ezt a rendkívül ízléses viccet elsütötte arról, hogy hát akkor most ünnepnap van. Utána pedig hallhattuk a helyzetet, hogy milyen anyagi megbecsültség járt ért a munkáért. Ünnepnap ez mentő dolgozóknak egyébként, vagy inkább egy ilyen szomorú emlékpillanat? Hát az az igazság, hogy ünnepnapnak kellene lennie, viszont mára már nem igazán az. Utalva itt az előbb említett Balogh úrnak a viccére, hát értjük mi a viccet, csak nem annyira szeretjük. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy eddig talán úgy fogalmazhattunk, hogy egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Hát most már mondhatom, hogy mind a két szemünk sír, mert bár a mentők napján főleg ugye ránk szegeződik a figyelem, de amúgy is ugye azért a mentőszolgálatra szegeződik a figyelem, és azt kell mondjam, hogy a szemek előtt ilyen tényleg ilyen ünnepélyes dolgok lebegnek, és azt láthatjuk, hogy új mentőautók vannak, új munkaruhája van a mentőknek, bejelentenek, átadnak esetleg új mentőállomásokat, na de hát ez csak egy kifelé mutatott kép, amit nem igazán igazol a mentőknek, a mentő dolgozóknak a rögvalóság, amiben élnek,
És ennek akár tetszik, akár nem tetszik, a fő eleme mégiscsak a bérezés. Tehát nyilván a munkakörülmények is nagyon fontos részek, a megbecsültség is nagyon fontos, de alapvetően a munkabér az, amit egy mentő dolgozó ugye készhez kap, és abból meg kell éljen. Tehát ebből tudunk kiindulni. És amíg a mentő dolgozónak a bére nem olyan, amiből ő meg tud élni, és amiből finanszírozni tudja az életét, addig sajnos az ilyen hasonló gesztusok, mint az a reggelisztetés, nem igazán érnek célt, azt gondolom. Ez egy évben egyszer volt, nem? Igen, ez egy pár évvel ezelőtt volt, igen, és nem tudom, hogy ez most humor volt, vagy szarkazmus, tehát ezt minek szánták, de még maga a miniszter is elszólta magát, hogy azt gondolta, hogy itt reggeliznek a mentők. Hát egyáltalán nem, a mentők nem ott reggeliznek. De és akkor így egyszerre nagyon sokat ettetek, és az sokáig kitartott? Én sajnos... Másnap is megéheztetek? Nem tudom. Vagy hát nem sajnos, én nem voltam jelen ezen az eseményen. Hát a bajtársaink visszajelzése fele más volt, aki ezt tényleg úgy élte meg, hogy ez egy ünnep, mások pedig azt jelezték vissza, hogy hát biodíszletnek használták őket egy kommunikációs fogásnak. És ugye azt is hallottuk, hogy jelenleg ugye akkor a budapesti mentőszolgálat nem tudja teljesíteni a minimális munkát, vagy hogy mondjam, hogy nem tudja ellátni a feladatait. Mi most itt a helyzet pontosan? A helyzet az, hogy az országos mentőszolgálat, bár ezt rendszeresen elvitatja és letagadja, humán erőforrás problémával küzd. Ennek a csúcspontja az itt Budapesten van, tehát itt van a legnagyobb humán erőforrás hiány. Ez abból adódik, hogy Budapesten akár egy mentőápoló, egy mentőtiszt, egy mentőgépkocsi vezető sokkal, de sokkal jobb fizetésekért el tud helyezkedni, akár a szakmájában is. Tehát mondjuk egy mentőtiszt és egy mentőápoló egy kórházi sürgősségi osztályon a dupláját, vagy annál többet megkeres, mint a mentőszolgálatnál. Ez egy jelentős humán erőforrás elszívást eredményez már a napjainkban is, de a gépkocsi vezetőknél is azt mondhatjuk, hogy azért itt Budapesten könnyebb találni egy másik állást, ahol jóval nagyobb fizetést érnek el. Tehát ebből fakadóan borzasztó nagy fluktuáció van, és nagy a munkaerőhiány Budapesten. Ez a munkaerőhiány úgy gyűrűzik ki az országra, hogy először csak ugye Pest megyéből, a környező településekről, a környező régiókból, majd most arra már az egész országból irányítanak át mentőegységeket Budapestre, hogy a budapesti mentést fent tudják tartani, ugye ellensúlyozva ezt a humán erőforrás hiányt. Mindamellett ugye Budapesten a legtöbb a mentő feladat, tehát az országos feladatszám egyharmadát Budapest látja el, nem egyharmadnyi kapacitással. Tehát ez pedig a másik véglet, nemrégiben erről jelentettünk is meg egy posztot, hogy miért nem érkeznek ki, hogy a mentők mostanában volt ebből több probléma. És itt ugye még megemlítettük a mentőszolgálat kommunikációinak nem megfelelőségét, mert hát a mentőszolgálat, ahogy kezdtem is, azért elég nagy figyelem szegeződik. Ezt a figyelmet föl lehetne arra használni, hogy edukáljuk az embereket, mert hát sajnos be kell látnunk, az embereknek az egészségügyi edukációja is jelentősen elmarad attól, amit, ahol kellene, hogy tartson. Nem tudják pontosan, hogy mire lehet mentőt hívni, mikor, miért, hogyan, és a mentőszolgálat pedig azt kommunikálja, hogy bárki, bárhol, bármikor mindig hívhat mentőt, és ugye ez sajnos generál egy jó nagy réteget abból, hogy olyan esetekhez is mentőt hívnak, amihoz nem kellene mentő, és ez is rengeteg erőt leköt a mentőktől. Akkor az amúgy is problémás humán erőforrás helyzettel. Tudnál akkor erre mondani akár most tényleg pár példát, ami ilyen eklatáns probléma szokott lenni, hogy kihívnak mentőt olyan helyzetekre, ahol nem kéne, hogy mi mondjuk a top 3, csak hogy így most is hallják esetleg az emberek, hogy mi az az eset, amiben nem a mentő az illetékes? Hát rengeteg példát tudnék hozni. Én például vonultam már éjszaka szirénázva herpeszhez, új elvágáshoz, de volt olyan, hogy autóban közlekedett egy állampolgár, meglátott az út szélén valamit, betelefonált, hogy ott fekszik valaki. Meg sem állt, tovább hajtott. Kimentünk, és egy nagy kabát volt az út szélén. Tehát egy mentőautó kiment egy nagy kabátot megnézni, miközben az a mentőautó lehet, hogy máshol egy életet megmenthetne. Tehát ez itt egy borzasztó nagy gond. Akkor tulajdonképpen a figyelem hiány az, hogy az emberek így gyakran inkább így lerakják magukról a felelősséget, és akkor old meg mentő, ahelyett, hogy én két percig megnézem azt, hogy mi ez a kabát a földön.
Így van, van ennek egy ilyen része is, hogy az, aki azt a nagy kabátot ott látta, hát annak azért kutya kötelessége lett volna akkor megállni, oda menni és megnézni, hogy az ott tényleg egy nagy kabát, vagy pedig egy embertársunk, akinek ott szüksége van mentőre, és akkor utána kihívni a mentőt. Ennek ez lenne a rendje. De így, hogy csak elmegyünk mellette, és akkor utána mentőt hívunk, ez egy felelőtlen hozzáállás, azt gondolom az állampolgár részéről is. És mi meg ugye muszáj vagyunk oda kimenni, mert hogyha tényleg egy embertársunk, aki segítségre szorul, akkor azt muszáj ellátnunk. És ha azt mondod, hogy akkor most a legnagyobb probléma az az emberhiány, amit a fizetések rendezésével lehetne megoldani, és főleg Budapesten, de gondolom, hogy vidéken sincs azért minden rendben. Így van. Hát nagyon leegyszerűsítve, ez pontosan így van, tehát így igaz. Tehát ha a mentőhivatás, a mentő munka egy rendesen megfizetett munka lenne, akkor nem lenne humán erőforrás hiány. Tehát akkor állnának sorba az emberek, hogy szeretnék mentős lenni, ahogy ez régebben így is volt. Tehát régen a mentőszolgálathoz nem lehetett bejönni és jelentkezni, hogy akkor most mentőst akarok lenni, és fölvették. Tehát itt kihalásos alapon lehetett bejutni. Ez igen így működött, de hát most már álláshirdetést ugyan nem ad fel a mentőszolgálat, mert azért az borzasztó nagy presztízsveszteség lenne, hogyha mondjuk álláshirdetést adnának föl, de azért itt-ott láthatjuk mondjuk mentőállomások Facebook oldalán, hogy kiírják, hogy várjuk bajtársaknak jelentkezést. Tehát amivel nincs megfizetve a mentős, itt főleg Budapesten, ugye ez itt a csúcspont, de hát országosan is nagyjából ez a helyzet. Annyi, hogy ugye vidéken azért vannak olyan régiók, ahol ugye nehezebb mondjuk álláshoz jutni, és ott azért, hogyha valakinek van egy állása, akkor azt inkább megtartja, mint hogy próbáljon más szerezni, de ez sem azért, mert ő ott annyira elégedett, és ott hú, de jó minden, csak hát fél attól, hogy nem talál mondjuk másik állást. Úgyhogy alapvetően a probléma gyökere az mindenképpen itt van, és mi ezzel próbáljuk folyamatosan szembesíteni mind a munkáltatót, mind a kormányzatot, akik ilyen látszat intézkedéseket hoznak is, ilyen 10%-os béremelés, ilyen béremelés, olyan béremelés, borzasztó hangzatosnak tűnik, és talán a társadalom azt is gondolhatja, hogy hű, hát a mentő dolgozók bérét milyen nagy mértékben emelték, hát mert így kommunikálják. Papíron minden jó. Infláció felével se, igen. Hát így van, tehát, és hogyha megnézzük az eddig évek béremelését, ez mindig igazából csak a minimálbér és ugye a minimum kereseteknek az emelkedését követte, tehát semmivel sem volt ez nagyobb léptékű. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ugye itt is van egy kettősség, hogy amit mutatunk, egy kirakat, hogy mi ez, hogy megy, ma ennek ugye csúcspontját láthatjuk majd ugye, hogy minden rendben, szokott ilyenkor a miniszteri köszöntő mindenféle dolog lenni, hogy itt minden szuper, és milyen kiemelt figyelmet fordítunk a mentőszolgálatra. Hát, ha ez így lenne, valóban, akkor ezt a mentő dolgozók is meg kellene, hogy érezzék, és ők legfőképpen első körben a zsebükön fogják érezni. Majd, ha az rendben lesz, akkor utána nagyon fogjuk értékelni a reggelizéseket, az érmekibocsájtásokat, és minden gesztus után nagyon fogunk majd értékelni. És ez meddig tartható, hogyha romló a helyzet, most már ugye vidékről kell felhozni mentősöket, akkor valamikor ez össze fog valamennyire roppanni. Most is gondolom, hát, igen. Erről dolgozik mindenki, hogy ne így legyen. Ott táncolunk a szakadék szélén, az álláspontja a szakszervezetünknek. Egyetlen egy tartó eleme van még ennek az egész rendszernek, az pedig a dolgozóknak a borzasztó nagy megfeszített erőfeszítései, amit láthatunk, és amit itt például a Covid járvány alatt is láthattunk. Tehát egy mentő dolgozó 3 ember munkáját végezte, tehát nem volt elég a roppant betegszám, a betegenkénti átöltözések, fertőtlenítések, stb., hanem ugye akkor még a tesztelések, és akkor is rengeteg olyan hívás, ami igazából nem nekünk kellett volna kimennünk, tehát ott is sokszor mentünk olyan híváshoz, hogy én csak egy tesztet szeretnék, és kihívott egy mentőautót a polgártársunk, hogy neki készüljön egy teszt, megnyugtatásképpen, hogy akkor most beteg vagy nem beteg. Szóval rendkívül nagy terhelés van a mentő dolgozókon, és ez most a Covid után egy nagyon picit enyhülni láthatott volna, ha csak nem lenne itt az új ügyeleti rendszer, amit akkor így gyorsan vadászként akkor ugye ismét a nyakunkba vartak. Most ezzel próbálunk megküzdeni, mert ugye hát a mentőszolgálat vezetése semmilyen feladatra nem mondhatja azt, ugye, hogy nem vállalom, vagy nem tudom megcsinálni. Tehát amit odafönt kitalálnak, hogy ezt meg kell csinálni, és kész, pont ennyi.
Na de hát mi zárja ki azt, hogy esetleg újra egy, még egy világjárvány jöjjön a nyakunkba, még ezen fölül, ami most a nyakunkban van, tehát tényleg nem tudom, meddig akarják a húrt feszíteni. Mi a legnagyobb probléma ez az új ügyeleti rendszerrel? Hát az alap probléma az ugyanaz, amit eddig is megbeszéltünk, a humán erőforrás hiány, és a feladatokkal való borzasztó nagy leterheltsége a jelen pillanatban is mentő dolgozó bajtársaimnak. És ez az ügyeleti rendszer azért egy jókora plusz feladatot fog jelenteni. És hát ugye azt a kommunikációt hallhattuk a mentőszolgálattól, hogy hát ők szeretnék az eddig ügyeletben dolgozó embereket megtartani, és ugye fölvenni, tehát több ezer új dolgozót szeretnének fölvenni, csak abban nem gondoltak bele, hogy annak a sok ezer dolgozónak, aki az ügyeleten dolgozik, azok mentődolgozók másodállásban. Tehát ők nem fognak új dolgozóként megjelenni itt, hanem ők másodállásban ott dolgoznak a mentőszolgálat mellett, hogy kiegészítsék a keresetüket. Ezben azt mondja, hogy bármennyire patetikusan hangzik, mégiscsak ez egy hivatás szakma valahol. Szóval, hogy így az emberekkel gyakran bármit meg lehet, vagy sokkal könnyebb megalázó helyzetbe hozni, mert hivatástudatból, meg abból, mert ez egy szenvedélyé válik, szívesen megcsinálja az ember a munkát, még akkor is, hogyha három embernyi, még akkor is, hogyha alul fizetik, és mellette még annál kevesebb ideje is marad szerveződni, vagy esetleg egy szakszervezeten keresztül érdekérvényesíteni, mint annak, aki nem ebben a helyzetben van. Szóval nagyon sok sikert kívánunk tényleg az érdekérvényesítéshez a következő időszakban. Lengyel Tibor, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk az adásunkat azonnal, de előtte nézzetek meg egy rövid animációt, utána pedig egy új blokkal fogunk érkezni, amit majd elmesélek, hogy mi lesz. Szerintem nagyon tanulságos és izgalmas lesz. Ádám nevet. Szóval folytatjuk azonnal, most pedig a bejátszó. A Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelemadód 1%-át már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a Partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem, ha nincs ügyfélkapud, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.nav.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented. Kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal. Ennyi az egész. Szánd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sja1.partizanmedia.hu oldalra, és ott mindent részletesen megtalálsz. Sziasztok! Folytatjuk az adásunkat Nagy Ádámmal és Csokival, aki most beleveszett a telefonjába. Hey, keresem a piszkozatot. Nem a minősorunk, nyomkodhatod közben a telefonon. Ott van neked kinyomtatva minden. Jó, hát már itt van a saját jegyzeted. Ez egy Partizán. Ja, van jegyzeted. Akkor viszont bocs, akkor visszamondtam, akkor piros pont. De azt ilyen izébe kéne ilyen jegyzetfüzetbe, azért sokkal menőbb lenne. Igen. És felveszed a szemüveged. Igen. Na hát figyeljetek. Ugye a srácokkal beszéltünk, hogy mi legyen kb. Az adásban, meg ők mit szeretnének, és nagyon arra tendált a történet, hogy azért politizáljunk már egy kicsit. Hát gondoltuk, kihasználjuk az erőforrásokat. Hogy kihasználjuk az erőforrásokat, úgyhogy a következőt csináltuk. Megkértük az ellenzéki pártokat, hogy küldjenek egy videóüzenetet arról, hogy körülbelül milyen stratégiai céljaik vannak 2026-ig, amit most meg fogunk tudni nézni, és ki fogjuk tudni elemezni. Hogy egy kicsit pontosítsak, ugye a 9 felkérés, amit kiküldtünk 9 ellenzéki pártnak, ebből 7-re érkezett válaszvideó. A DK és a Mi Hazánk az nem reagált a megkeresésünkre. Nincs mit számon kérni akkor rajtuk mostantól, nem? Ők így hiányoznak, igen. Eddig se lehetett. De tényleg, hogyha de majd meglátjuk a többiek, hogy oldották meg ezt, hogy számon lehet-e kérni majd. De ennek az lenne az érdekessége, hogy majd akkor 2026-ban meg lehet nézni, hogy ebből mi valósult meg. Hát egyrésztről igen, másfelől pedig ugye meg lehet nézni most így egymás mellé téve az ellenzéki pártok kínálatát, amit két vállalnak. Úgyhogy hát kezdjük el. Én
Én figyelj, én át fogom nektek adni, mert egyébként ebben nem vagyok jó, hogy így, hogy amikor kell megállítani a videót izéhoz, én nektek ebben van gyakorlatotok, úgyhogy nem én fogom állítgatni és elindítgatni, hanem én ezt így átadnám ezt a lehetőséget neked, Ádám. Jó, csak ez a drive az nem egy nagyon működőképes dolog. Igen, a slideshow sokkal rosszabb. Szóval maradjunk. Jó ez. Maradjunk. Én, ezt raktátok volna egy videóba. Mindegy, ez nem én fogok beleszólni. Legközelebb összerakhatod. Hát most az MSZP videója van itt nekünk először. Én segítek annyiban. Úgyhogy ha... Esmérőségre átállítom. Jó, indíts, állítsuk át, igen. És akkor... Berakjuk HD-ra. Jó, és ezt most végignézzük mindent, mert nem tudom. Hát figyelj, nézzük meg, el fog ugye tartani egy darabig. Mindenképpen nézzünk bele mindegyikbe. Nézzünk bele. Hogyha valamelyiknek már nagyon azt mondjátok, hogy eleget hallottatok, akkor azt indoklással együtt lehet tovább léptetni, azt mondom, hogy valamennyire legyünk korrektek. Na. Jó. Tényleg amúgy már mégis dolgoztak vele, így láthatjuk majd, hogy valaki tényleg sokat átgondolták legalább valamit mondtak, úgyhogy ennyivel mi is tartozunk, nem, hogy akkor megnézzük, vagy mondjuk én már otthon megnéztem, úgyhogy... Nem baj, legalább készültél tényleg. Mehet? Mehet. Várj egy percet, beadjuk ilyen reakciós keretbe, és jó, jó. Csapathatod. Lehet. Oké. Okay. Az első és legfontosabb az, hogy ne egymás rovására politizáljunk. Az semmiféleképpen nem fog a nemzeti együttműködés autoriter rendszerében eredményességre vezetni. Tudom, hogy sokaknak Orbán Viktor legyőzése olyan messzi célnak tűnik, és olyan távolinak tűnik, hogy egyszerűbb legyőzni az ellenfeleinket, amelyik közelebb van a politikai oldalunkon. De meggyőződésem, hogyha képesek vagyunk egymást partneri viszonyban kezelni, és egymásra partnerként tekinteni, ha az önkormányzati választásokon képesek vagyunk összefogni, és képesek vagyunk egy olyan víziót, egy olyan úti tervet adni Magyarországnak, amely kivezeti ebből az autoriter rendszerből, és meg tudjuk mutatni Magyarországnak, hogy igenis létezik egy demokratikus, európai és egyben szociális Magyarország, akkor biztos vagyok benne, hogy a bizonytalanok nagyon nagy tömege fog felénk fordulni, az MSZP felé fordulni, és a többi ellenzéki párt felé is fordulni, amely alapvetően kulcsa annak, hogy sikerrel vegyük 24-et, majd 26-ot. Jó, itt vagyunk, itt még mindent átvették. Szerintem elhangzott egy kulcsmondat, hogy legyenek szívesek, ne bántsák az MSZP-t. Szegény már fél, öreg, csak így szeretne bekuckózni így a kis ólba, és nyugodtan elhemperedni. Én legalább ezt az őszinteséget azt tudom ebben értékelni, hogy az MSZP már nem próbálja önmagát egy kormányvártó erőnek vizionálni, mint... Na majd várjál még ebben. A végén mit mondanak. Ó, de ja, jó, ez alapján csak ez, hogy az összefogás, ők legalább így látják az érdeküket, tehát hogy mindenképpen szeretnének lenni a házban, ez látják, hogy kizárólag az összefogással lehetséges, hogy azt a kettő vagy három helyet kialkudják a füstös szobákban, a háttérben, úgyhogy úgy tűnik, hogy erre koncentrálnak. Én legalábbis ezt látom ebben. Nézzük, hát ha még, most mondanak még konkrétet is. Azt gondoljuk, hogy a választópolgárokat nem csak a mit és a hogyan érdekli, hanem érdekli őket a miért is. Éppen ezért fontos arról is beszélnünk, hogy milyen értékeket képviselünk, és mit szeretnénk elérni az önkormányzatokban, mit szeretnénk elérni az Európai Unióban. Többek között azt, hogy legyen Magyarországon újra szolidaritás, hogy mi nem árkokat szeretnénk ásni, hanem hidakat akarunk építeni, hogy végre legyen újra biztonság, legyen megélhetés biztonsága, legyen a munka biztonsága, legyen gyermekeink jövőjének a biztonsága. Ennek a biztonságnak az üzenetét akarjuk továbbadni a választópolgárok felé. Így. De látod, ez is milyen érdekes, hogy amúgy tökre egyet tudok érteni vele, hogy egy logikai láncolat, hogy ahhoz, hogy legyen biztonsága gyerekeinknek, ahhoz, hogy legyen a munkahelyen biztonság, ahhoz, hogy legyen a munkához való megbecsültség, ahhoz, hogy ezért bérek és társaik járjanak, ahhoz először a szolidaritás megteremtése volna a fontos, meg a cél, meg a közbizalom kiépítése bizonyos intézmények felé, amik ugye ezt a szolidaritást hivatottak elősegíteni, de hogy ez mi az Istent jelent? Semmit. És ezt hogy kell csinálni? Én úgy érzem, hogy arra beszélnek a hasonban. Én pont azt reméltem, hogy az volt ennek a videónak a lényeg, hogy valami konkrétumot, amit szám. Ezt hogy kéred számon? Ezek nem voltak, lehet, hol vannak a kérdések? Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy legyen minden jó, de akkor, de nagyon jó legyen.
és szép is legyen minden, és igen, de hát pont ezt én mondom, mint választópolgár, hogy legyen minden jó, és te mondd el, hogy mit csinálsz azért konkrétan, hogy jó legyen. És úgy érzem, hogy itt mindenki csak így elvi szinten, ja, az jó lenne, hogyha minden jó lenne, és akkor ezért fogunk dolgozni, de ezt hogy képzeljem el, mit csinálnak, bemennek hétfőn, mit csinálnak péntekig? Hát szolidaritást építenek. Suli fixel, meg nem tudom, hogy kell azt csinálni. De ez volt az egésznek a lényege, ugye azok a kérdések, azokat a kérdéseket kapták, hogy mik a céljaik, hogyan fogják elérni ezeket a célokat, és hogy milyen feladatokat kell ellátni a következő választásokig, és hát láthatjuk, hogy a célokat azért így sikerült megfogalmazni, a feladatokban nem sikerült még belemenni, viszont cserébe nagyon szép lózumokat hall. Most a végén szerintem még itt a MSZP szerepéről volt, azt megnézni. Igen. Rá most kértelenül beleteker, de nézzük innen. Mert az a baj, van 7 videónk, és már fél elmúlt. Lett amelyről, amelyben azt kértük tőlük, hogy a közelgő önkormányzati választást, legalább az önkormányzati választást kapcsoljuk ki a köztünk lévő versenyből. Mi MSZP-sek úgy látjuk, hogy 2019-es demokrata városvezetést seket, és szabad városokat meg kell őriznünk, sőt nem csak, hogy meg kell őriznünk, hanem gyarapítani kell a számukat. Nincs 2024 nélkül 2026. Az MSZP megkerülhetetlen bármilyen választásról legyen szó, akár önkormányzatiról, akár Európa parlamenti választásról, vagy az országgyűlési választásokról. Aktivistáink, politikusaink többször bizonyították azt, hogy terepen keményen hely tudnak állni. Van tudásunk, van rutinunk, mi ezt tudjuk kínálni az ellenzéki összefogásnak, és azt az értékrendet, ami határozottan vallunk. Szkorrek, kihasználták ezt a 2,5 percüket. Mennyi? De most tényleg megkerülhetetlen még ma az MSZP? Hát gondolom, hogy úgy megkerülhetetlen, hogy így szeretnéd megkerülni, de így mindig eléd áll, vagy hogy van? Hát az érdekes kapcsolataik még úgy megvannak. De amúgy ez, amit mondtak a hálózatukkal, szerintem ebben van valami, tehát még biztos, hogy élnek azok a nyugdíjasok, akik még 45-50 évesen 2002-ben ugye kampányban részt vettek. Hát igen, készült... de lehet, hogy már a DK-nál vannak. Készült a Partizánon erről egy dokumentumfilm, ami konkrétan a tiszavasvári MSZP irodának a történetét mutatja be, és hogy ott hogyan kent az erőforrás, és hogyan kezdett el szétfoszlani az a fajta országos beágyazottság, ami az MSZP-nek egyszer a sajátja volt, úgyhogy hát ez is egy véleményes állítás. Igen. Van, amelyik párthoz képest jobb a vidéki hálózata az MSZP. Mi a Párbeszéd zöldek? Hát Dilom, hát nekünk nincs még eladik. Nem, csak nem tudom kinegyíteni enni. Jó. Hát figyelj, jó, hát akkor menjünk tovább, hogyha az MSZP-t lezártuk, kicsit felveszünk. Igazából szerintem meg kell nézni a dolgokat, és akkor kicsit így jó. Sajnos a videók alapján egy ilyen összesített véleményt is. Van egy ilyen összbenyomás, amire jön nekem. Igen, de egyébként vannak különböző színek, azt azért fel lehet fedezni. Vannak különböző színek, más például a logójuk. Hát ennek zöld. Igen. Adjuk be akkor ezt a videót, és akkor megnézzük. Valami. Igen, látjátok, hogy zöld. Na, akkor... És nem is az egyetlen zöld párt. Két zöld pártunk van ugye majd. Igen, most a Párbeszéd zöldek párt. De amúgy én meglepődtem, hogy tényleg összeszámjuk, hogy ilyen sok ellenzéki párt van. Pedig nyilván igen, az összesen nagyon... tudott az ember, de hogy... Ez már együtt vagy 7% a választásokon. Jogos, igen. De. 2026-ig szeretnénk megvalósítani egy rendszerkritikus zöld pólus kiépítését. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy fenntartható és zöld Magyarország vízióját kidolgozzuk, ezt megismertetjük az emberekkel, és az ez iránt érdeklődőkből egy közösséget kovácsolunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az ehhez szükséges tudást is összegyűjtsük és megteremtsük. Hát ez jó, már hogy 2026-ig politizálni szeretnének. Hány éve van ez a párt? Hát figyelj, most ez... Ez idén alakult? Dehogy. Most ez egy vadonatúj, most lesz pártá alapítva ez a Párbeszéd? Mert akkor tök jogos, hogy lassan most már megtalálják a szavazóikat, lassan kitalálják, hogy mit szeretnének. Igen, ez becsülendő, de én is azt érzem, hogy igen, szóval, hogy ez a politizálás, hogy programot írsz, eljutottad az emberekhez, és zöld pólust képzel, hogy éppen zöld párt vagy.
vagy zöld baloldali, de... Ez meg a másik, hogy megpróbálják az öt pólust, mert hát ugye még lehet, hogy az LMP azt így elviszi, és akkor már, hát akkor majd valamit még ki kell találni, mi van még a zsebükbe. Hát ez érdekes szerintem egyébként, hogy relatíve kevés, sőt igazából nem tudnék másikat mondani, olyan téma van Magyarországon, ami relatíve konszenzusos. És például a környezetvédelemmel szerintem úgy mindenki egyetért, szóval, hogy a hogy mondjam, baloldalisággal és liberalizmussal nem feltétlenül vádolható szurkolók az állatokért című szervezettől elindulva a nem tudom bármelyik Extinction Rebellion Nick például, ami egy fiatal zöld, fiatalokból álló zöld kezdeményezés, szóval hogy az állatok jogai, a zöld témák, a környezetvédelem, a bioszférával való szerves együttlét, de mindenki egyetért. Kérdés... Mindenki egyetért, csak senkinek sem ez az elsődleges, amikor most amikor megélhetési problémád van, szar az oktatás, szar a egészségügy, akkor nem ezt érzed így az elsődleges feladatnak, pedig ez is egy fontos feladat, csak nehéz ezen aggódni, amikor azt se tudod, hogy fizesd ki a kajáidat. Ja, hát meg jellemzően, amikor kiderül, ezzel nem lehet tömegeket megszorítani most szerintem. Hát lassan már meg lehet szerintem. De amikor kiderül, hogy 50 forintjába kerül bárkinek személyesen az, hogy ne legyen mondjuk kivágva egy erdő valahol, akkor hirtelen már nem lesz olyan fontos. A másik pedig ez a rendkívül dilettáns párbeszéd, ami ennek a... Már nem ez a párbeszéd. Már lehet, hogy ők is, nem tudom. Nem ismerem az álláspontjukat ezen, de tehát az, hogy most ne vágjunk ki erdőt, meg ami minden fát meg kell védeni, ez egy olyan téma, ami az erdőmérnökként azért valamennyit hozzá tudok szólni, és a rendkívül buta érveket hallok környezetvédő oldalon, és nagyon fontos lenne ott is, hogy egy kicsit tájékozódjunk. Amúgy valószínűleg az ökoszisztéma szolgáltatások számszerűsítésével, hogy már végre ki lesz számolva, hogy mennyit is ér egy erdő, hogy ott áll, és nem vágjuk ki, és ez mennyi pénzt hoz, és ezt utána ki lehet adni annak, aki fenntartja azt az erdőt, hogy ne legyen kivágva. Hogyha ezt meg tudjuk lépni, ezen dolgozik is amúgy az EU gőzerővel, meg nálunk is pár egyetem, azután szerintem sokkal könnyebb lesz ez a diskurzus, mert onnantól már tényleg arról fogunk beszélni, hogy mi az a pénz. Csak például ezt nem is hallom. Semmi zöld izé. 24 másodpercet néztünk belőle, hát ha lesz még. Jaj, bocsánat, igen, ti még nem hallottátok. Mert... 2024-ben az európai parlamenti és az önkormányzati szintéren is meg kell erősíteni a zöld képviseletet. Karácsony Gergely vezetésével egy olyan önkormányzati kampányra készülünk, ahol pozitív és nagyon határozott zöld tartalmakat fogunk bemutatni, terveket és teljesítményeket, hiszen olyan önkormányzati vezetők, mint például Vénaszei Márta az első kerületben, vagy szerte az országban párbeszédes önkormányzati képviselők és alpolgármesterek már megmutatták, hogy hogy néz ki, hogyha helyben egy fenntartható, élhető, szolidáris és átlátható önkormányzatért dolgozunk. Az európai parlamenti szintéren is újra meg kell teremteni a magyar zöld képviseletet. Ennek pedig a legjobb útja, hogyha Jávor Benedek, aki korábban az LMP frakció vezetője, majd a Párbeszéd Zöldek EP képviselője volt, ismét lehetőséget kap arra, hogy folytassa a munkát, azt a munkát, amit az előző ciklusban a ciklus legjobb zöld EP képviselője díjjal is kitüntettek. Ehhez a köztes célhoz, ezekhez a célokhoz pedig az vezet el, hogyha egységbe szervezzük és megerősítjük azokat a helyi és országos közösségeket és mozgalmakat, amelyek elkötelezettek a fenntarthatóság és az igazságosság ügye iránt. A 2026-os országgyűlési választásokig meg kell teremteni a győzelem feltételeit. Ennek az egyik legfontosabb része, hogy a választókerületek szintjén egyeztetni kell az összes ellenzéki párttal, egységbe kell kovácsolni a helyi csapatokat, és meg kell találni a lehető legalkalmasabb jelölteket, akik majd természetesen legyőzik a Fidesz jelöltjét. Ehhez arra is szükség van, hogy az ellenzéki pártok és a mozgalmak együttes bevonásával egy következetesen végrehajtandó politikai és kommunikációs stratégiát dolgozzunk ki, egy olyan stratégiát, ami új választókat is képes megszólítani. Ez hihetetlen. Ez így van. Ez óriási reform. Úgy kell meg... Hát... Hát ez kb. Az volt, mint az elején elhangzott, még esetleg azt lehet kiolvasni ebből a
monológból, hogy ők a hosszú távú politikai érvényesülésnek és teljesítménynek a kulcsát jelenleg különböző pozíciók megtartásában és megszerzésében látják, legyen az önkormányzati tisztség, vagy EP tisztség. Kérdés, hogy ez amúgy politikai tőkére váltható-e, vagy sem? Kicsit itt is hiányoltam a konkrétumokat, hogy kicsit úgy érzem, hogy mindenki, de majd még én láttam a többit is, hogy ilyen annyira ez a befeszült politikai kommunikáció van, hogy hát nem tudom, remélem, hogy lassan azért kicsit egyel meghaladhatnánk ezt, és azt érzem a többinél is, hogy mindig úgy fogalmaznak, hogy azért ne legyen nagyon mit számon kérni, vagy valami konkrétum, amit tényleg számon lehetne kérni. Pedig pont amúgy ugye így lehetne megszólítani egy random szavazó embert, hogy mondasz talán valamit. Igen. De az, hogy igen, hogy legyen minden jobb, ez meg ne legyen Fidesz, hanem legyen inkább ellenzék. Viszont itt ezzel gondunk lesz. Jó, hát igen, az van, hogy nem tudom, hogy szabtunk-e időkorlátot a felkérés. Kellett volna. De igen, nagyjából nagyon korrektül sikerült tartani az embereknek ezt a körülbelül 2 percet. Jakab Péter egy 10 perces videóüzenetet küldött nekünk, amire hát a 43 van, 10-ig tart az adás, ezt előre bocsájtom, hogy nem fogjuk végignézni, de lehet, hogy beletekerünk, vagy az elejét, közepét, végét, vagy ahogy... Nézzünk bele. Sikerül. De mindenképpen nézzünk bele. Nézzünk bele, mert lehetséges, hogy nem lesz idő az egészre, mert 10-ig tart az adás. Jó reg, Jakab Petyed, mindig szívesen. Szépen köszönjük a Partizán. Most jó lesz. Nagyon szépen köszönjük a Partizán szerkesztőségének a kérdéseit, igyekszem csomagban válaszolni. A Néppártya mozgalom létrejöttének a körülményei alapvetően meg is határozzák a mozgalom célját. Mert hogy tavaly augusztus 20-án a Néppártyán azért jött létre, mert elegünk lett abból, hogy a választások óta az ellenzéki pártok, ahelyett, hogy arra a kérdésre keresnék a választ, hogy egy gazdasági válság kerülés közepén hogyan tudják jobbá tenni a magyar emberek életét, inkább arra a kérdésre kezdték el keresni a válaszokat, hogy kik vagyunk mi, mint ellenzéki pártok. És egyfajta ideológiai versengésbe kezdtek egymással. Mintha nem is annyira a Fideszt akarnák legyőzni, sokkal inkább egymást. És a verseny arról szól, hogy most ki az igazi jobboldali párt, meg ki az igazi baloldali párt, meg ki a zöldebb párt. Én meg amikor járom az országot, és beszélgetek az emberekkel, akkor ők valahogy soha nem azt az elvárást fogalmazzák meg bennem szemben, hogy küzdjek egy jobboldalibb, vagy egy baloldalibb országért. Azt viszont meg szoktál fogalmazni. Mit szóltok ehhez a ténymegállapításhoz az elején, mert ezzel szerintem azért valamennyire még ti is szoktatok azonosulni. Amúgy végignéztem ezt a 9 percet, és itt legalább egyel kevésbé befeszültnek érzem. Uh-huh. De ott olyanokat mond, hogy ők egy csomó embert megszólítottak, akik amúgy apolitikusak. Amit nem... Azt szerintem olyan 2 percnél van. Az, amit nem tudom, hogy miért, csak meg miből gondol pontosan. 2-0-4. Legyen differenciált nyugdíjemelés, hogy engedjék el az alapvető élelmiszerek áfáját, és a többi, és a többi. De aki csak ennyit követel, az azt gondolja, hogy ez a rezsim majd előbb-utóbb engedni fog, és megmutatja, hogy ő kész a kompromisszum megkötésére. Nem kész rá. A rezsimek nem kötnek kompromisszumokat, éppen ezért a rezsimeket le kell győzni. Ehhez pedig új választásra van szükség. Aki nem akar új választást, de így hirdett kormányváltást, az vagy polgárháborút akar, vagy valójában nem akarja leváltani a Fideszt. Ja, bocs, igen, ez egy másik téma volt. Igen. Itt ugye azt hangzik el, hogy fel kéne oszlatni a parlamentet 2026-ig, ehhez egy sima minősített többség elég a parlamentben, és új választásokat kiírni 2026-ig. Hogy ez miért? Vagy hogy, vagy mi? Hát akkor már nem jutna be a Jakab Péter, mi erre azt szoktuk mondani. Hát egyet, hogy a Fidesznek nem tudom hány képviselője kéne ahhoz, hogy ezt minőségi többséggel megszerezze. Amúgy nem tudom, hol gondolják, hogy jól járna ez az ellenzék. Hát rosszabb helyzetben van, mint bármikor. És lenne megint egy választás, akkor 4-5 lenne a Fidesznek szerintem most. Hát ez csak a Jakab Péter szerintem akart magának egy mondást, és akkor ezt kitalálta, van egy mondása, akkor ezt mondja. Kérdés, hogy beválik-e neki ez a taktika. De valami is láttam most mögött a rációt, hogy hát sem a realitás, sem az, hogy ez... Hát sok dolog miatt mögött nem látom a realitást, amiről beszélnek. Értem, legalább megy vidékre, oké, beszél az emberekkel, ez tök jó, de ez most
nem látom, hogy a néppártján az, hogy saját lábon, hogy jutna be a parlamentbe. Hát még ugye a pártalakulás is előttük áll, egész konkrétan, most egy előre mozgalom. Remélem, hogy választanak maguknak egy jobb logót, mint a Jakab Pétert az Edda koncerten. Hát ez, nem tudom, ez a személyi kultus amúgy se egy ilyen. Nem tudom, mit lehetne, hogy mindegyik induljon külön most a LP választásokon, és akkor aki nem éri az 5%-ot, az menjen a levesbe. Hát nem tudom, ugye az érdekes, hogy az elején volt erről szó, hogy ugye a saját identitásokat keresték az ellenzéki pártok a választás után, ami kicsit feloldódott talán az összefogás alatt, most pedig ők nem keresik a saját identitásukat, mert az ő identitásuk az Jakab Péter, gondolom, mert ő van a logón, kivantipálva. De melyik az az ellenzéki párt, ami szeretné, hogyha ez a rendszer valóban megváltozzon? Én azt nem látom, hogy itt mindenkinek nagyon jól, egy ilyen nagyon jól definiált helyet keres az ellenzékben, és ezt így próbálja hangoztatni, és mint a madarak ott a fán, így mindegyik csiripeli, hogy ő akkor most ott micsoda. És mindenki igazából addig lát el, hogy utána, hát még 4 évet azért szeretnék bennülni a parlamentben, mert átlagbér követő a fizetés, kifizetetem 3 haveromat. De bocs, egyébként az, hogy azzal nem tudtok empatizálni, bár furcsa kérdés ez, de hogy nem tudtok empatizálni azzal a helyzettel, hogy oké, akkor most vagy felveszem a parlamenti mandátumomat, és kapok valami pénzt azért, hogy a parlamenten kívül tudjak dolgozni, hiszen a parlamenti munkának itt önmagában túl sok értelme nincsen, a parlamenten kívül meg akkor tudnék érdemi munkát végezni, hogyha valahonnan kapnék egy fizetést, lásd parlamentből, és nem kéne mellette egy zöldséget sem emeltetnem, ajduhatházán. Ezzel nekem semmi problémám nincs, én a munkát hiányolom. Tehát itt egy ember van, aki igazából valamit csinál, és az is ugye lehet vele egyetérteni, meg nem egyetérteni, és én sem értek mindennel egyetve, de a Hatházi Ákos, ő azt a pénzt azt valamire felhasználja. Látható is, hogy ő keresi a legkevesebbet amúgy a 199 képviselő közül, pont ezért, mert hogy hát ő nem becsüli meg, amit ad a rendszer. A többiek nagyon sokan azért megbecsülik, hogy azt a pénzt, amit így a rendszer ad, és amúgy föl lehetne használni, igen, hálózatépítésre, hogy a Jakab Péter amúgy csinálja. Föl lehetne használni néhány embernek a felfuttatására olyan helyeken, ahol mondjuk meg kéne fogni a Fideszt, hogyha ellenzékbe gondolkodunk, vagy ahol, mit tudom én, a saját pártjának akarná a körzetet megszerezni. Annyi mindent lehetne csinálni, de én azt érzem, hogy kényelmes azért ez az ellenzékiség, mert... Ugye a legjobb munka, rájöttem. És nagyon nehéz lenne a rendszerre váltani. Nincsen felelősséged, mert úgy sincs semmilyen szabad, és 13 évig lehet sikertelen, minden más munkában már rég kirúgtak volna. És itt meg tök jól el lehet lenni, tök jó fizetés kapsz ahhoz képest, hogy semmi felelősséged nincs, és semmit nem is kell csinálni, csak választások előtt meg valamit csinálsz. Igen, mentelmi jog, minden stb. Jár hozzá, és akkor kapcsolatok. Megvolt a választás, akkor nyilván lehet mondani ezeket a lózungokat, amit mindenki mond. Valami hülyére rákenik, hogyha veszítenek. Jó, akkor keressük tovább a válaszainkat a kérdéseinkre, hát hogyha elhangzik. Nézzük. Ja, Jakab Pétert, azt kiírtad a adásmenetből, azt mondod, hogy... Hát én az a bajom, hogy még a felénél se tartunk, és 10 percünk van, úgyhogy ez az ember. Igen, jó, az mondjuk fontosabb, hogy mindenki... Nem tudunk tovább. Üdvözlöm a Partizán nézőit, 3 kérdést kaptam tőle. Igen, most megint rossz. Nem olyan, hogy ezért Twitch-en elindítom, és akkor meg stúdió dolgozik. Ez pro van. Mehet? Mehet. Üdvözlöm a Partizán nézőit, 3 kérdést kaptam tőletek, most ezekre fogok gyorsan válaszolni. Mit szeretne a Momentum 2026-ig megvalósítani? Természetesen a kormányváltás a párt célja 2026-ra, ugyanakkor egy igazságtalan és embertelen rendszerrel állunk szemben, amit mi, csak úgy, mint az ezt szimbolizáló kordont, leszeretnénk bontani. A következő parlamenti választásokig szeretnénk megmutatni, hogy van alternatíva, van elképzelés, ezt pedig a Holnap Magyarországa tervnek hívják, ez a Momentum már olvasható és véleményezhető programja. Emberközpontú gazdaságot, esélyteremtő oktatást és klímabiztonságot ajánlunk. Olvassátok el a programot a weboldalunkon, és gyertek el a tervünket bemutató Holnap Magyarországa konferencia sorozatra is.
A Momentum ugyanakkor egy cselekvő párt is, ezért is helyeztük a munkánk hangsúlyát most a parlamenten kívülre. Összegyűjtöttük és tüzelőanyagként a rászorulóknak adtuk a kormány hazug szankciós konzultációját, kétszer jártunk a szoros agresszió. Ez nem ilyen színes papír, most azt égetik el, igen. A festéket? Hát igen, az van, igen, mindig is jó volt a Momentum abban, hogy mondja, a média hangsúlygeneráló dolgokat csináljon. Én egyébként azt mondjuk, coming out-olok, mit szóltok. Amikor megjelent a Momentum a szintén olimpiával, én komolyan elgondolkodtam, hogy basszus, itt van egy ilyen fiatal politikai generáció, és egy tök sikeresnek tűnő, vagy akkor még nem nyertek, de itt komolyan elgondolkodtam, hogy be kéne lépni a Momentumba egy darabig. Aztán ugye ezen szöttyögtem, meggondolkodtam, és bementek az Origóba Fekete Győr Andrásik, és akkor eldöntöttem, hogy jó, úristen, hála a jó égnek, hogy én nem léptem be ebbe a párt dologba, meg mit tudom én, mert az, hát igen, az volt egy hasonlóan sikeres kommunikációs megoldás, mint ez a papírégetés. De hálás vagyok magamnak azért, hogy azt tudt egy kicsit parkopályára. Elég hol tarthatnál már, lehet, hogy te is parlamentbe ülhetnél. Itt kényelmesebb. Igen, és most rólad beszélnénk. Tényleg kényelmesebb. Ez a Jakab Bazzeg. Csak meg ne szóljon még egyszer. Ennyivel hasznosabb munkát végzel, nem? Hát amúgy jobban élvezem, az biztos. Igen. Meg hát. De amúgy az, hogy a Momentum legalább egy csinál valamit, ez a kordobontással, meg valamelyelvább ami program, amit el lehet olvasni, azt szerintem ez így, szóval a minimumot hozták legalább, és ez már kitűnik egy csomószor. Az más kérdés, hogy most én is mondhatom, hogy csinálok egy tervet, hogyha én vezetném a Coca-Colát, attól még inkább az a terve érdekes része, hogy tervezem átvenni a vezetést, mert itt lehet álmodozni, de igazából itt most ez a égetőbb kérdés. Hát azért szerintem ez fontos, hogy legyen valami kézzelfogható, hogy mi az, amit megvalósítanának, mert ezzel lehet megfogni a szavazatokat, és az a marha érdekes az egészben, hogy a Fidesz a mai napig a szavazatok az egyetlen dolog, amivel meg lehet őt fogni, ami látszik, hogy tényleg fáj neki. Lehet mondani bármit a Fideszre, lehet tüntetni, meg lehet, nem tudom, dobálózni kövekkel, vagy nem tudom, egy briós láttam elrepülni a tüntetésen, de a... Bocsára, adsz egy kis könygázt! És a szavazatok azok még mindig azok, minden ellenére, amik megfogják őket. Amikor a Nagy Istvánt el akarták váltani az Agrárminisztérium éléről, majdnem kétharmaddal nyert otthon, még mindig ő a miniszter. Mert ebben tudják mérni a saját erejüket. És ez nekem egy ilyen tök fura felismerés volt, hogy én azt hittem, hogy már annyira minden megvan hekkelve, hogy már igazából teljesen mindegy. De nem. A szavazással még mindig, bármikor meg lehet fogni bárkit hatalmon. Igen. Ez ilyen demokratikus csökkevénytől, ez még így megmaradt. Nagyon fura. Ja, de amúgy itt egy aktuálpolitikai értekezést hallhatunk. Tehát elmondja, hogy ők most miért jó kép. Hát igen, valahol gondolom ez volt a feladat is. De az kijelenthető, hogy az tök jó, hogy van egy olvasható program. Ez már így egy tényleg a minimum elvárás teljesítő történet. Igen. Bár még lehetne ezt bővíteni, de hát még van ugye 3 év. Én megnéztem, és... csak így a amihez hozzá tudok köhögni azokat a szakterületeket, és láttam, hogy hiányoznak még a tanulmányok. Az akadémikus vagy, látjuk rajta. Megnézzük, vagy 5 percünk van, 3 perc. Szerintem figyelj, akkor menjünk tovább. Dobodjunk a következőre. Valószínűleg, hogy állunk időben, ezt meg tudom nézni valahol. 5 percünk van. Figyeljetek, még lehet, hogy rá tudunk húzni valamennyi időt, jó. Hogyha itt maradnak a kedves nézők velünk, nézni a videókat, csak akkor biztos... Mégis ide nem mindegyikbe legalább belenézni. Mindenképpen, persze, hát az úgy korrekt. Úgy, hogy LMP követ. Hogy mit szeretne az LMP? Na hát én sem vagyok jobb, én is ráindítom, hát sem nélkül. Jó az. Mentségemre szóljon, hogy ha rákattintok, nem tudok mit csinálni, elindul. Szóval, LMP. Hogy mit szeretne az LMP megvalósítani 2026-ig? Nekünk a legfontosabb célunk, hogy ne megismételjük az elmúlt 4-8-12 év hibáit, hanem lehetőleg kijavítsuk őket, vagy legalább újakat kövessünk el. Hogy tanuljunk a vereségekből, és ne újra és újra megismételjük őket. Ennek első lépéseként a soha véget nem érő forradalom helyett mi megpróbálunk reális célokat kitűzni magunk elé, és a saját problémáink helyett az emberek problémáival foglalkozni.
Szeretnénk megakadályozni, hogy akkumulátorgyarmat legyünk. Szeretnénk megakadályozni, hogy kiirtsák az erdőket. Szeretnénk, ha végre nem lenne betiltva a szélenergia, szeretnénk, ha megemelnék az ápolási díjat, és radikálisan csökkennének a kórházi várólisták. Ezekben a kérdésekben a magyar emberek többsége egyetért velünk. A feladatunk csak annyi, hogy ne kössük össze olyan ügyekkel, amikben nem értenek egyet velünk, vagy teljesen lényegtelennek tartják. Egyszerűnek tűnik, de az elmúlt 4 évben ez nem sikerült. És hogy mit tartunk az ellenzéki munka a legfontosabb feladatainak a következő választásokig? Megpróbálni egyszer se elmondani budapesti tévéstúdiókba, hogy le kell menni vidékre. Rendelkezni egy értékelhető politikai ajánlattal, programmal, azon túl is, hogy nem kedveljük Orbán Viktort. Megpróbálni nem belesétálni a Fidesz minden csapdájába, és nem mindig oda rohanni a pályán, ahová Orbán Viktor rúgja a labdát. Jaj. Korrekt. Volt egy konkrétum legalább, az, hogy hogyha LMP-ját mond, hogy lemenni vidékre, azt számon lehet kérni? Igen. Hát figyelj, egyébként szerintem egy ilyen önreflektív gesztusnak értékelendő. Programot is számon lehet kérni ezek alapján, nem? Hát, hogy nem akarnak akkumulátorgyarmatot csinálni Magyarországból, vagy hagyni, hogy azzá váljon. Hát, hogyha ezek emellett konzisztensen kiállnak, az is valami szerintem. Most mondott pár dolgot, ezt a szélenergiát is. Kérdés, hogy igen, mivel tudnak erre igazán hatásra lenni? Engem az érdekelne, bocs azért, mindegy, szóval, hogy engem az érdekelne, hogy ugye most az eleje a monológnak az kb. Abból állt, hogy lehet más a politika. Igen. Na most ezt körülbelül, hát mióta van már LMP. Szóval, hogy igen, hogy nagyjából 10-valahány éve lehetne más a politika, ehhez képest azt sikerült látnunk, hogy történt egy pártszakadás náluk, meg bejutott. Lehetett volna más. Maradtak. Lehetett volna más, de még mindig lehet, szóval. Még ez még egy zöld párt, nem lehetne, hogy pár ilyen kis párt egyesül, és akkor talán egy 5%-os kapásból szétváltak, szóval, hogy így lehet, hogy... Jó, de újra egyesüljön meg még valaki, és akkor addig egyesülnek, amíg egy 5%-os párt létre nem jön. Hát ez lesz majd a DK, nem? És akkor lesz egy 20%-os. DK az nem küldött videót, aztán ugyanezt számon kérni az Orbánon, hogy nincs programjuk. Itt meg cseszett válaszolni, szóval szégyellje magát, hogy a mi hazánk is. Amúgy a... Mert ők is erősek videókban. Toroszkai mindenre tud videót csinálni, meg válaszolni a Partizánnak, azt tud, hogyha a Marcit kritizálni kell, de amikor a programot kéne elküldeni, akkor valahogy nem sikerült. Ez egész érdekes, hogy kritizáljuk most ezeket a videókat, de ők legalább ezeket a mondásokat, de ők legalább küldtek valamit, szóval, hogy valóban az van, hogy valószínűleg felmérte a DK és a mi hazánk, hogy most nem lesznek inkább kritika áldozatai, úgyhogy csak azért is mondanám, hogy ennyi. Igen. Mert mi ők legyen. Meg ennyi tökösség se volt bennünk, mint az LMP-sekben, meg egy csomó pártban, akik nem nagyon tudtak mit ajánlani, de legalább elmondták. Rettegnek tőletek, Ádám. Tisztában vagy? Nem tudták, hogy nekünk küldik, szerintem a Partizán tudták csak, hogy... Hát nem tudom, lehet, hogy érezték. Én itt megint kiemel... Na szép! Hello. Na, szép. Nem hagy dolgot. Megnézi, hogyan kell jó műsort csinálni. Ugyás, Márton hölgyeim és uraim. Csak erre járt éppen. Erre járt éppen, igen. Szóval én itt ismét kiemelném az erdőírtást, ami... Mi nagy kedvenced? Hát az LMP-nél úgy tűnik, hogy így mégis oda megy, ahova így fújja a szél. Aksigyárakhoz. Másfél a tévében, mint itt. Tényleg? Tévében. Hát van egy kis delay-jünk, tudod? Ja, azt hittem, Ugyás Márton a stúdióban, bár azt az eget. Hoztam gurulódollárt a műsor végén. Azt, de jó. Köszönjük szépen. Jelzik meg ma, hogy köszönöm szépen. Tényleg gurul. Azt a... Jaj, mert össze van tűzve, látjátok? Szevasz, köszönöm adást. Halló. Bocsánat, szegeztem. Nem bírtam, hogy ne szerepeljen, bazzeg. Marci még nem tudja, hogy nem hallatszott belőle semmi, mert nincsen beportozva, de mindegy. Szeretett volna a hét legnézettebb műsorában is szerepelni a Partizánon. De nem, a héten lesz a Puzséros, nem? Az is lesz. Minden más, az mellékes. Héten lesz a nagy vita, hát ezt mindenki várja, nem? Bizony, pénteken Marci, hát interjú vita? Az az a videóban is most pénteken ott látható, vagy? Élőben, azt hiszem. Élőben, azt tök? Jó. Na jó, szóval, daráljuk szóval végig az erdőket, mert még az inkorrektség vágya fog minket jó, érni. A jobbik. Na, ja, csak ezt hadd mondjam el, hogy tényleg, hogyha zöld párt akarunk lenni, akkor tájékozódjunk.
Mert ez minden más, nem zöld párt akarunk lenni, akkor szóval valami szakmai párt akarunk lenni, akkor így mondom. Ja. Akkor a szakterületen tájékozódjunk, én ezt nagyon tudom javasolni. Hát majd jönnek az e-mailek, azt lehet menni szakérteni. Hát de én nem akarok az LMP-nek szakérteni. Nagyon, nagyon akkor drága. Ki fog, de akkor ki fog, Csoki? Hát azért vannak mások is, akik sokkal jobban értenek nálam ehhez. Há. Há. Szóval a Jobbik pályamunkája. Figyelj. Jaj, Istenem, drónfelvételek is vannak. Igen, benne. Ez szóval itt azért bele volt rakva a munka. Vizuálisan meg van csinálva? Igen. Szart. Milyen, átvegyem? Persze, légy, most már nem látod. Hosszak netet? Ha kaptuk elég 1%-ot, akkor vesztek egy rendes laptopot? Szóval, hogy tényleg internet, internet mellé nem adják, nem tudom. Várjátok, most nem látják a nézők, hogy mit jelentjük. De miért állítottad meg? Elvileg jó. Most jó. Korporét videót, ilyeneket vágtam meg. A Jobbik konzervatívok annak a normális Magyarországnak a hangja kíván lenni, amely a demokrácia, a polgári társadalom. Bocs, most vesztettem már. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. szónál. Hogyha valaki normális országot szeretne csinálni, akkor inkább ne csinálja, vagy mondja meg, hogy mi az, mert ettől a szótól én ki vagyok, és nem akarom direkt félreérteni. Nyilván nem ez a lényeg, csak tényleg a szó az triggerel. Normálisok lázadása. És a jobboldali konzervatív gondolat mentén fogalmazza meg magát. Mi egy szabad, európai Magyarországot képzelünk el, ezt képviseljük, és ezt fogjuk képviselni minden nap 2026-ig és utána is. Jelenleg Magyarország ezektől a céloktól igencsak távol áll. A Fidesz ki akarja vezetni hazánkat Európából, és egy leszakadt orosz csatlós állammá akar minket tenni. Ezért nagy feladat vár ránk. Mindenek előtt ki kell kényszerítenünk azt, hogy a magyar munkavállalók és vállalkozók jogállása és jövedelme is a nyugati normák felé közeledjen. Stabil középosztály nélkül nincs európai társadalom, csak ázsiai típusú rabszolgaság. Nem véletlen, hogy az elvándorló magyar fiatalok helyére a Fidesz ázsiai bérrabszolgákat telepít be. A Jobbik konzervatívok a magyar társadalommal együttműködve mindent megkíván tenni azért, hogy Magyarország politikailag és életszínvonal terén is Európa része legyen. Hát figyelj, ezek mondások, magasabb bérek és jobb munkakörülmények. Ezt nem annyit talán spoilerezhetek, hogy nem fogja elmondani, hogy hogyan. Oda van írva, hogyan tervezi jobb, tessék, itt van. Oké, nem hiszek nekem, hogy hallgassak meg valamit. Magyarországon ma sokan érzik fásultnak magukat, és fáradnak bele a politikába, mert úgy gondolják, hogy semmit sem tehetnek. Mi felkívánjuk rázni az embereket, az országot járva, rendezvényeket szervezve, civil szervezeteket támogatva, megkívánjuk mutatni, hogy együtt igenis erőt képviselünk, és képesek vagyunk változtatni. Legalább majd meg lehet, számon lehet kérni az rendezvényeket, és hogy milyen civil szervezeteket támogattak. Igen, meg hogy hogyan ráztak. Hány majál is csináltak, vagy tudom is. Nagyon érdekes egyébként, amúgy ez tényleg egy jó videó, lehet, hogy ők egyúttal ezt így... Elkészültek el. Elkészült. Ezt tök jól megcsináltak. Tök érdekes az, hogy azért ennyi differenciáltság tényleg van az ellenzékben, hogy engem az lett meg, hogy amiket mond, az tulajdonképpen nagyjából majdnem ugyanaz, mint az összes többi, de az a retorikai keretezés, ahogy ezt mondja azzal, hogy normális országot szeretnék, amitől feláll a szőr a hátamon. Az, hogy ezt a túldimenzionált kelet-nyugat lejtőt behozza, hogy nyugaton demokrácia, Ázsiában keleti típusú rabszolgaság, ami egyfelől se nem igazi, így másfelől kifejezetten problémás, ettől is kiráz a hideg. Szóval azért érted legalább narratológiai szinten, vannak különbségek a pártok között, tessék? De egy kicsit olyan, ettől a fajta ilyen nagyon, ez a tipikus politikus megfogalmazás, amitől egy kicsit ráz már a hideg engem, hogy nem azt érzem, hogy Nem érzem, hogy hát hülyének vagyok, egy kicsit néző, úgy érzem, hogy most itt jó, mondok neked nagy szavakat, hidd el, ezt nem kell neked ebben beleszólni. Hát ez sok minden. Ez nem csak erre vonatkozik, hanem a többire, és azt hiszem még van egy. Jó. Igen, és a
De nekem nagyon tetszett az Antal József szobor a háttérben, ja, hogy igen, elúgott a nyakkendője, szerintem az patika. Kicsit problémás, igen, hogy így azt láttuk, hogy vizuálisan az jutott a videóból, hogy a Jobbik konzervatívok jelenleg legerősebb politikus Antal József. Lehetne, hogyha... Legalább nekik van stábjuk, meg drónjuk. Igen, egyébként tényleg nagyon szép lett a videó. Meg feliratozták is, szóval ezt fel tudják használni amúgy maguknak is. Na, ez az utolsó versenyzőnk következik. Ezzük. Nagyon erős a DKTV, és nagyon jó... Várjál. Nem úgy. Ennek a videó olyan, ha végét szeretem. Szerintem az a fontos részem. Ja, az nagyon fontos. Ez jó, hogy ezzel zárunk két igen, hatunkkal. Szerintem is egy... Ez apátiából egy kicsikét megpróbálunk kirángatni. Amúgy, azzal, hogy vér, az, hogy rendesen... Nem fog kilógni a két farkú, az lesz a legjobb. Nagyon spoilerek vannak, itt most már inkább elindítom. Na hát, pedig olyan meggyőzően mondtad, hogy elhittem. Igen. Jó, hogy minden nap elmondják az ellenzéki pártok, hogy Orbán Viktornak le kéne mondania. Nagyon jó, hogy működnek továbbra is Budapesten azok az ellenzéki tagokkal teletömött vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságok, amiknél értelmesebb dologgal semmiképpen nem lehetne tölteni az időt, de a legfontosabb feladat az ellenzéknek, hogy összefogjon és örökké életben tartsa azokat a pártokat, mondjuk a Jobbikot, vagy az MSZP-t, vagy az LMP-t, vagy a Párbeszédet, akikre már élő ember nem akar Magyarországon szavazni. Ez a dolgotok, csináljátok keményen, hajrá, ezt majd levágjuk a végén. Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2026-ig mindenképpen szeretné elérni 2024-et és 2025-öt is. Összességében hasonló unalmas dolgokat fogunk csinálni, amit eddig. Úgy látjuk, hogy ezeknek van értelme, ezzel lehet megmozgatni minél több embert és cselekvésre rábírni, és ezzel bevonni a közösségbe. Célunk, hogy minél többen, minél több helyen és minél olcsóbban csináljuk mindezt. Az Európai Uniós kampány rendkívül fontos, meg szeretnénk nyerni azt a választást is, ezért Európa minden országában el fogunk indulni, és akkor így többséget tudunk szerezni. Az önkormányzati választásra szintén készülünk, földalatti laboratóriumokba képezzük azokat a passzivistákat, jelölteket, akik minden önkormányzatban többségbe kerülnek, és csinálják majd azt, amit kell. Ezt Orbán Viktor is elmondta, nem? Hogy laboratóriumban tenyésztem. Ja igen, a vírus. Ez két forrásban meg van erősítve, akkor ez így van. A legvégét azt persze, nem szeretem, hogy levál, ez a legfontosabb szerintem. Nem jó. Jó napot kívánok, utca embere vagyok. Ha valaki rá nem kerest, akkor a Facebookon az embere utca, mert akkor még amikor úgy volt, akkor mindegy így maradt. Én nem szeretnék nyilatkozni, de azt ezt elmondanám, hogy hiányolom a víziót. Teljesen korrekt. Kutyapárt még mindig a legérdemesebb ellenzéki pár. De bocsánat, mert azt is hozzáteszem, hogy én azért nem tudom hány éve láttam utoljára őket ennyire viccesen, vagy ennyire viccesnek. Hát mikor voltak viccesek utoljára? Már nem azért mondom, de most sikerült ezt. Hát igen, azért nem segített nekik se, hogy a normál politika is olyan szintekre alacsonyodott, hogy ezt már nehéz kiparodizálni, amiért a South Park is bajban van, hogy igen. A külföldön. Ja. Ja, volt ezzel pár probléma. De egyébként ugyanezt éreztem a House of Cards-nak, amikor megválasztották Trumpot, hogy hogy? Szóval, hogy visszasívjuk el Frank Underwoodot, nem Kevin Spacey-t, az tök más, de Frank Underwoodot. Írjátok meg kommentben, hogy ez alapján a hét párt volt? Hét kit választanátok? Bár nem mindegyik videó néztük végig, de a pártok ezt kirakhatják a saját csatornáinkon. Igen, és a DK-nak és a Mi Hazánknak az a büntetés, hogy rájuk még csak kommentben se lehet szavazni most ezt. Így van. Szóval... Ki fogjátok azokat szelektálni? kiszűri az algoritmus. Amúgy én azt vettem észre itt a kutyapártosban, hogy ők voltak azok, akik elviccelték, és mégis ők mondtak a legtöbbet. Hogy azt mondták, hogy folytatják azt, amit csináltak eddig. Azt legalább lehet látni, hogy mi az, amit... A Fidesz is el tudja mondani. Tessék? Ezt a Fidesz is elmondta. Hát jó, azt is lehet látni, hogy ők mit csinálnak, csak az... az más kérdés, de az ellenzéki pártoknál meg jellemzően nem nagyon. Tehát az, hogy így eltéblábolunk tüntetésekre néha beszédet mondani, vagy nem tudom. Uh-huh. Ki nyerte nálatok? Hát figyelj, most úgy érzem magam, mint voltam egy diák zsűri egy ilyen diákfilmfesztiválon, és akkor ott a kávé ez volt, hogy volt, aki audiovizuális szempontból kiemelkedett, volt, aki tartalmilag, volt, aki formanyelvileg. Hát nehéz megmondani. Én sem tudom. Nem a kutyapárt, de én sajnos nehezen tudtam elvonatkoztatni a,
a háttér ismereteimről. Ez nem lehet. Na jó, hát figyeljetek, mit tanultunk ebből? Szerintem mindenki nagyon felvidult, hogy milyen jó felhozatal van az ellenzéki szintéren. És akkor most már annyira nem csodálkozunk ezen azon se, hogy mi megy. Hát nagyon jó. Én pont tegnap ezt mondtam Ádámnak, hogy én nem gondoltam volna egy évtizeddel ezelőtt, hogy a politikusok itt fognak nekünk itt. Nem neked, a Partizánnak. Te tudták volna, hogy... Nektek is, na. Jó, hát nekünk is. Hogy nekem fognak küldeni. Legalább valamit csináltak most. Tehát most mint egy igen, tényleg köszönjük szépen, hogy küldtek videókat. Igen. Úgyhogy igen. Én már alapból mindenki, aki legalább csinált videót, azt értékelem. És a Jobbik meg a DK-t, jó, nem csodálkozom. Ebből is látszik, hogy Ádáméknak minden látszat ellenére van szívük azért. Na. Igen. Úgyhogy van még valami, amit hozzátennétek a naptanulságaihoz? Hát, remélem, hogy egy év múlva bekérünk ilyen videókat, akkor addig rá is gondolják, és tök jó lesz. Nem tudom, nincs. Nem tudok ebből mit leszűrni. Okosabbat, mint eddig. Jó, hát akkor reméljük, hogy... Leszűrik a nézők. Leszűrik a nézők, és hogy valamilyen tanulsággal tudtunk szolgálni. Szóval Csoki, Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Hát mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást. Igen, köszönjük szépen. Úgyhogy ennyi volt már a műsorunk. Ne felejtjétek, hogy holnap is jelentkezünk 8-kor a reggeli adásunkkal. Holnap Krajnyák Luca, akit Luka néven is ismerhettek a TikTokon, illetve a Telex TikTok oldaláról, és Sisi rapper zenész lesz a vendégünk, illetve hát társműsor vezetőnk egész konkrétan. A vendégeinket pedig majd meglátjátok, nem spoilerezem le. Úgyhogy ne felejtsétek, mostantól már az 1%-ot a Partizán számára is fel lehet ajánlani, ehhez minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Nagyon boldog történelmi érettségét kívánunk a diákoknak, és sok sikert a továbbiakban az érdekeik érvényesítéséhez. Én Tóth Jakab voltam, nagyon szépen köszi a figyelmet, sziasztok!